És az van, hogy most valaki ide jön, és ezt így elindítja. Ja. Ezt hallja. Szerintem le is törli a Facebookját, anyukáját, apukáját egyből törli Facebookról. Figyelj, a SimCity-nél számolhat kamatot a hitelre? Mert ha nem, akkor föl lehet venni az egészet előre, hát, az kit érdekel. Én úgy szoktam, hogy fölveszem előre. De van valami kamat egyébként, tehát havonta fizetsz. Ez oké, de hát az a törlesztő. Hát de az a törlesztő. Meg kell nézni, gondolom nem írja. Hát persze, hogy nem. Csak aprós betűsni, azt meg nem látod. Ja, kijön a izé a Cofidis-től valaki aztán. Nem az vagy, most moratórium van? Hát leszarják, de hát utána vetted már föl. Már itt ja, igazad van. Na, kedves nézők! Kedves összegyűltek! Kedves kedvesek. Tekintetes bíróság! Úra! Nem én voltam. Köszönöm. Te voltál. Tisztelt bíróság, nem én voltam. Fikány utat lehet itt. Na az van, gyerekek, hogy én most megépítem a világ legmenőbb városát. Megbeszéltük Alexszal, hogy túl könnyű volt. Mindig ugyanazzal nyerni, vagy mindig ugyanazzal kihúzni, ezért mind a ketten kaszinóvárost fogunk építeni. Nekem változtak a terveim. Én simán csak csődben megyek. Én? Lehet lesz belőle kaszinó, azt még nem tudom. De egy biztos, a legrosszabb utakat fogom használni mindvégig. Nem lesz lakosod. Ezt a földutat. Nem lesz lakosod. De a kecskét lakosság nélküli. Nem lesz népsűrűséged. Nem is kell. Heten fognak lakni az egész városba, abból te leszel meg a családod öten. Meg kettő csávó, akit fővettél, hogy teregesse az autópályáról hozzád a lakosokat. Na, hát erről beszélek. Ja, értem. Tehát ez a te már az állami pénzt síkkasztod. Arra adták, hogy építsél valamit, és te már gyakorlatilag lenyúltad. Nem, már el is költöttem. Tehát, csak az összes hitelt fölvettem, azzal kezdek. Eddig mindig azt csináltam, hogy szép utak, meg mit tudom én. Nem, földút. Mert hogy a földúton minél többen vannak az emberek, annál nagyobb lesz a gettó. És arra gondoltam, hogy megnézem, milyen az, ha csak szar az egész. Mint itthon. Az van, hogyha odaviszed a keskeny földút fölé az egeredet, akkor láthatod, hogy maximális támogatott sűrűség kicsi. Tehát nem fogsz tudni gettót építeni földutakkal. Tehát ez a terved, ezt a játék közbe fog szólni. Ezt hol érjön? Nem fog. Az utaknál vidd fölé az egeredet, hogy, és ott van, hogy földút, és ott jobb alul ott vannak a házikonok, és az a kicsi kis házikókat mutatja. Be fogod szoppantyúzni. Nagyon helyes. Mi lenne akkor, hogy a legbrutálisabb, a legnagyobb 4 sáv, vagy 6 sávos autópálya lenne mindenhol? Akkor olyan lenne, mint az én városom, mert én azt csinálom most, hogy lesz egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon durva hely. Nagyon murvás, hát csak tudod? Az volt, hogy én azért építettem várost nagyon a harmadiknál, murvás. És az is kicsi. Most várj, visszivattyú állomás. Dániel, köszönjük szépen. 10.000 liter per óra, meg 6.000 liter per óra, viszont kétszer annyiba kerül. Miért nem jobb, hogyha 2 építek helyette? Ja, mert ez olcsóbb. Jó, modern víz állomást építek. Egyébként jó ez a SimCity, én ezt szeretem, de csak úgy, ha közben így pofázgatunk, meg nem tudom. Hát persze, ez csak együtt jó. Tehát ez... Mert annál azért jobban lehet szórakozni a... Hát, mint a City Skylines. Igen, tehát mind menedzselős játék. Ez inkább csak a multi miatt van, meg mert egyszerű. És akkor lehet közben dumcsizni, meg hülyéskedni. Jó, hát... Ezt nyilván csak akkor, hogyha már nagyon menők vagytok, mint én. Lehettek bénák. Persze, hát én úgy csinálom. Tehát rosszul illeszkedő utak, hogyne. Szóval csak a szokásos. A kedvenced. A kedvencem. Hát én csődbe is megyek mindjárt. Basszus. Ez gyors volt. Viszont hát itt tök fura, hogy nem kell vízvezetéket, meg áramot, meg ilyeneket építgetni. Hát áramot kell.
Hogy ne kellene. De úgy értem, hogy... Ja, hát vezetéket nem kell, igen. Igen. Ú, régióban új tartalom talált a játék frissítés, kattints az OK gombra, és nincs is más lehetősége. Figyelj, ne kérdezz, kattints az OK-ra. Na jó, de akkor miért ajánlja föl? Hát akkor most én ebben mit szóltam hozzá, hogy leokéztem, hogy frissít egyet. Írja ki, hogy játék frissített. Hát írja ki, könyörgöm, hogy a játék frissített, az kész. Most mit érdekel engem? Okézgassak. Jaja, Easy Nissan, azt tudsz, azt imádom én is, azt remélem, hogy nagyon sokszor kiírja. Az épületeknek vízre van szüksége, én meg közben kirakom a csetet. Jó, és mit kapcsoljak ki? Csődbe mentem. Ennyit volt, ez rekord! Gyakorlatilag tökre csődbe mentem. De hogy sikerült csődbe menned? Hát nem is csináltál semmit. Igen. Tehát mit raktál le? Utakat. Lerakta. Na jó, de fölvetted a izékat, a hiteleket? Persze, föl minden hitelt. Lehet az a baj, nem? Hogy akkor vannak kamatok, az jó, bebuktad. Igen, de olyan brutálisan bebuktam, hogy kezdj új várost. Oké, igen, és hol kezdjük új várost? De durva, ilyet még nem is láttam. Nem is enged tovább, érted a játék? Hát kezdj új várost, van még hely. Tele van itt jobbnál jobb övezetekkel. Dél Vakea. Ugali Lalu Gaga. Ez lesz a városom neve. Annyira csődbe mentem, ki is vágott. Pedig azt hittem, hogy Alex megy csődbe a leghamarabb. Én még nem mentem csődbe, de egyszer, amikor azt a nagy szádat leraktam. Azon kívül én nem nagyon megyek csődbe, érted? Nem vagyok ilyen béna. Béna? Én olyan az a baj, hogy a széljárás. Az a baj, hogy a széljárás az pont úgy fúj, hogy a tengerparti szuperhelyekre, ahova én a szállodákat akarom telepíteni. Na hát fúj oda egy szállodát. Hát de nem az, hát le kell raknom ipari zónákat, ahova rakjam, a tengerpartra nem akarom, de egyébként meg arra fúj a szél. Ó, hát ezt én is elbasztam. Konkrétan ráfújatom az egész városra a mindenféle füstöt. Ugye, ugye? Typo is now playing SimCity. Hát engem ki is dobott a játék. Typot bannolták. Újra meg kell venned a SimCity-t, annyira csődbe mentél. Hogy lefagytak a szerverek. Hát gyerekek, templomot nem építek. Azt kell, hogy mondjam, nincs rá hely. Itt kaszinó lesz, majd mennek máshová. Az mit hoz? A lakóvezeted jobb lesz, de nekem ugye inkább izé kell. Bűnözést hoz. Hát, a templom az nem. Ja, kaszinó. Hogy most te miről beszélni? Hát attól függ, milyen templom, érted? Attól függ, milyen templom, igen. A bűn temploma. We want Las Vegas. És az a város, amit csináltam, az ott maradt, érted, befejezetlenül? Az durva. Azt a rateget. Gyakorlatilag belerondítottál a... Igen. Hát pozitívba vagyok, de... Ezt nem feltétlen lesz sokáig így, ha így folytatom. Ezt nem feltétlenül lesz sokáig így, a rohadtul minőség, és streamek minden nap. Na az van, hogy valóban le kell raknom ezeket a szerencsétlen gyárakat. Muszáj nekem leraknom? Én ezt nem határozhatom? Meg ipari zóna. Mind a hárman elbasztáltak az első 10 percben, így szeretjük a Geekboxot. Én teljesen jól. Én nem csesztem el, én jól csináltam. Én most azt figyelem, hogy nem tudok ipari területet építeni, abban az esetben, ha a tengerpartra szeretnék... Vagy tudjátok mit? Azt csinálom, hogy én itt a bal alsó sarokba fogok. Ez lesz, igen. Tehát a bal alsó, tengerpart bal alsó sarkára fogom építeni itt az ipari területeket.
Na ez és lesz itt a tengerre fújja a szél a szennyezést. Az meg nem különösebben érdekel. igazi ember. Az igazi kapitalista emberfajta. It is a good day for some capitalism. De tényleg. Ezt vágod, hogy ez honnan van. Nem. A Borderlands 2-ben mindig mikor vettél fegyvert, akkor így dumálnak a gépek. If you shop anywhere else, I will have you killed. Ennyi. Működő üzletmodell. Érc építés jóvá hagyva, de nekem nem kell érc. Én megfogadtam magamnak, hogy semmilyen ipari dolgot nem rakok le, csak és kizárólag... van olaj! Túl könnyű, az a baj, olajja túl könnyű. Nagyon hamar multimilliómos leszek. Nem rossz érzés nyerni, csak... Ti hányan vagytok már a városotokba? 594-en. Na, azt lefikáztátok a útjaimat. Nem fikáztuk az útjaidat. Én nem fikáztam, a nézők fikáztak le. Nem, azt mondtad, hogy kicsi utaim vannak. Hát, azt mondtam, hogy nézd meg a népsűrűséget, hogy mit ad, ennyi. És 3000-en vagyunk már, majdnem. Ti meg ugye... Ahol szalérni, ninjenni. Ez valami új nyelv. Oké, hogy ide a szigetekre építkeztünk, de azt nem tudtam, hogy hirtelen nemzetiséget is váltottál. Ali. Mondjuk az én városomat úgy hívják, hogy Ugalilala Gugaga. Komolyan? Igen, és ezt most emészétek. Fú, ez itt hogy sikerült, hallod? Csak nem így kell írni, elírtam a saját városom nevét. Ugali Lalu Gaga. Hát ez nagyon jó, szerintem. És úgy, hogy a gaga végén aposztróf van. Nem hát tudjuk az... miért, mert úgy kell ejteni gaga, ilyen néma k-val. Így. Tehát azért van ez, mert a spanyol, francia hódítók ugye itt keveredtek ezen a részen, és így kicsit ilyen, tehát, és ugye a helyi benszülött pandzsábi csattogós nyelv, aminek az eredeti... Pandzsábi csattogós nyelv. Most nagyon megvárom, mi lesz. Eredetileg ezt a helyet úgy hívták pandzsábi csattogós nyelv, vagy... Igen, mert de... a csattogós nyelv az azt jelenti, hogy semmi más volt, nem már csak csattogás volt. Igen, így van. Tehát így hívták, és ugye ebből lett a Ugali Lala Gaga. Uh-huh. Lalu Gaga, bocs, mindig rosszul mondom. Vágom, én mindig akartam egyik. A Laludzsa tartományba, vágom. Laludzsa tartományba van, igen. Uh-huh. Na mindegy, végül is jó kis hely ez, nem azért. Nem, én mindig mondtam egyébként, hogy a Laludzsa tartományba igazából azok az embereknek kéne mennie, igen. Ugye, akik képviselik ezt a fajta... Hát mentalitást, meg igen, tehát én is azt gondolom például, az már mennyire afrikai, hogy így a tengerpartra pálmafákhoz betelepítem a szennyvízcsatornát. Szerintem ennél afrikaibb a világon nincsen, hogy figyelj, még az még az afrikaibb, hogy a dél-afrikai elnöke nem tudta fölvenni a maszkot, érted? A fejére. Ezt láttátok? Be is linkeltem szerintem. Hát nem tudta fölvenni. De miért nem? Túl nagy volt a feje, vagy mi? Hát nem, így lecsapódott a füléről a gumi, hatalmas volt. Jó, rögtön elváltották. Mármint a polgármester. A fülét. Hát nem, hát az adást. Elváltották a polgármester. Ja, kettesből hármasba. Gangolták. Gangolták? Kibaszott mérés? Mi az? Meg kell hallgatnom még egyszer. Mi is a mérés? Vagy mi a neve? Igen, Grandmaster Pete. Beírom úgy, mérés. Grandmaster. Gyakorlatilag csinálok egy ilyen gettóvezetet most. Csak hogy húzogatom. Nem nagyon gondolkodok. Hát úgy szoktad.
Figyelj is az RP-ben. Most azt rájöttem, hogy ez nagyon rosszul hangzott. Elvettem valakiből egy hifi tornyot. Azt, akár csak én lennék. Grandmaster Pit megérkezett közzétek. Zsebét pénzzel kitömjétek. Mit akarok csinálni? És így kezdi a csáv, hogy hú, itt a Pit, a Grandmaster. És akkor mindenki ilyen kínai cuccokban van, tudod, ez a... Borzalmas egyébként. Annyira magyar. És most így nem bántani akarom őket, nyilván. Nyilván van, amikor az embernek arra van pénze. Bár egyébként akkor már inkább Tesco. Tesco-ba tök jó. De érted, de akkor ott a kocsit meg ott veretik az autót, érted? Amúgy igen, mindent ráköltenek. Hát jó, de milyen autók, tehát ilyen 1-2-es Corza. Grandmaster! Sérült címek. Kit érdekel? Ez egy kaszinó város. Jó, hogy vannak sérült címek. Kötelező. Az nélkül nem is építhetné a kaszinót. Hát de tényleg. Hivatalos alap. Hivatalos alap. Ide hivatalak. Fejeden a kalap. Meborítalak. Az egyébként miért jó nekem, hogyha gazdagabb lakosok jönnek ide? Hát azok pénzesebbek. Többet de... vásárolnak, nagyobb adót fizetnek. Én értem, csak én kaszinóvárost akarok, ez engem nem érdekel. Hát akkor nyilván a tőlük több pénzt tudsz elszedni. Város specializáció. Játékbarlang, ez az. Ez az, 7-11 órakor. Pénzre van szüksége. Itt a másik párosom, és ki van írva, hogy pénzre van szüksége. Hát nincs, mert gyakorlatilag tönkre ment. Igen. Küldhetsz majd később a városodnak pénzt. És akkor... Na, ti vettetek már fel hitelt? Mert hogy én nem. Én sem. És 60 ezer pluszban vagyok, csak mondom. 35 ezer vagyok én is. Úgyhogy befoghatod. Úgyhogy 60 ezret, 70 ezernél tartok? Sehol nem vagytok? Másik monitorom, meg pörög a Tarkov. Grandmaster Alex. Igen. Mindenkinek keresztbe oda tesz. Igen, tényleg az vagyok. Tényleg. Csak gangoljál föl, érted? Kapcsolj egy kettőt. Grandmaster Alex lettem. Ja, képzétek, megvettem a Simpsont. Illetve hát majd ezután a stream után megyek. Igen. Várom már. Pisztolyjal te tiszta csoki leszel tényleg. Ja. Amikor neki babettája volt, ő mindig. Hát igen, de hát azért babettát azért már... Azt már szerintem illetlenség bevinni egy lakók övezetbe. Vannak még ilyen babetta rajongók. Nagyon is verném őket mindet. Ugye, mert csak egy babettára van pénzem, de legalább nem kell sétálnom. Bejön Pipo, dírd anyát! Ja, anyádat hozod ide a lakóövezetbe. Erre a csodálatos környékről él lakók. Ahol hetente kiállnak ellenőrizni, hogy megvan-e az ajtó. Az volt, hogy itt... Be volt harangozva, mikor kezdem az RP streamet, de nem tudtam elkezdeni, mert így gyilkolták egymást a szomszédok. Rendeltem kaját, hát gondolkoztam, hogy a futár föl mer jönni, már itt volt a mentő, meg minden. Nem olyan ordítozás volt az alsó szinteken, valami elpattant. Hát ez... Mióta hallják, hogy te ezt nyomatod minden napok, azóta ők is mernek nyugodtan ordibálni, nem? De és nem derült ki, min vitatkoztak össze? Nem tudom, hogy min vitatkoztak össze. Hát van, hogy így itt bömbölteti valaki a zenét itt lent tudod, itt a parkolóba. Aha. Tehát ez olyan ez a parkoló, mint a San Andreasba a húd. Tehát, hogy bejöztek, ja, hogy igen. Tehát ennyi. Ilyen zsákutca, igen, zsákutca. Hát itt én meg a negyedikről fogok már be a pofát, mert meg felborítom az autódat. Tényleg? Persze. Gondolom nem nagyon keveredtél így vitába, ki ellenállt volna.
Nem, halkabra vették rögtön. De tudod, de így látom, hogy már állnak kint. Fekszek, mi ez az étel, Ricsa? És kimegyek, ott bömbölteti a kis Suzuki-ból az ember. Fogd már be a pofádat, ne. Ja, ha nagyobb Suzuki-ja lenne, akkor amúgy mehet. Abból mehet, persze. Nálunk is volt, hogy olyan helyen laktunk, tudod, ami ilyen belső udvaros volt. Mm. És akkor mit tudom, Vikivel így néztünk valami filmet, még az Eli ott pici volt, ilyen kis izzé, kis mászkálós csávó, nyár, nyitva minden ablak, tudod. És akkor hogy nézzük a filmet, és egyszer csak... Húra rohadt kellemes! Akkor így, tudod, hosszú percekig. És akkor így, mondom, most mi, Vikivel így röhögünk, tudod. De ilyen délután kettőkor, vagy háromkor, tudod, és és akkor így kinézek így az erkélyre, és így balra nézek, és kettő-hárommal arrébb a másik lépcsőházból így kínál egy csávó cigizik, és így egymást nézek, és így röhög, mint az állat, ő is, tudod. És hallottad ott, hogy ingyen valami történik. És ezt így végighallgattam mindenki. Ezt akartam kérdezni, ezt így végighallgattam. Hát mondjuk meg is hívhatott volna. Elég szar úgy bulizni, érted, hogy így mások előtte nem vagy meghívad azért. Azért félig itt vagy. Hát mindegy, jót rögtem. Fékezhetetlen tűz, hagyjál már. Nincs az a tűz, amit ne lehetne megfékezni, gyerekek. Ha csak kellő az a durva, hogy akkora tűz van nálad, hogy ide jön a füstje. Nálam biztos nem, egy ház ég. De az nagyon. Itt jön a füstje, most látom. Az megfékezhetetlen, de mindjárt lerakom el, ezért csak kéne 20 000. Mindjárt meg lesz az is. Te Grandmaster? 20 rúgó. Gyakorlatilag a világ legnagyobb szeméttelepét építettem meg. Elfogyott a pénzem. Na, tűzoltóság, iránydarány. Hát én mondjuk, tehát egész nap nem is hallanám, hogyha itt valaki rendetlenkedne itt a szomszéd vagy hát valami. Hát általában te szoktál rend. Ugye, meg hát headset van rajta, mert pont leszarom. Ja. Tehát nyomja a csengőt valaki, az se. Az amúgy az velem is volt, hogy hogy jött a... Hát nem hallom, hogy hogy csöngetnek, meg kopognak. Hát mondom, nem, maradjunk nem. Fülhallgató. Fülhallgató, ez zenét hallgat. Mondom. Azt. Zenét hallgatok, és magamba beszél. Igen, az a legdurvább. Tömegközlekedés, de hát most raktam le busz megállót. Jó, hát ugye itt azért dolgozó emberek laknak körülöttem, de még nem szólt senki, hogy mondjuk hajnal kettőkor még megy valami film, vagy valami. De gondolom nem is nagyon üvölteted. Nem. Ez elég frankó, hogy a szemét lerakott, de tengerpartra rakom. Én is oda raktam. Szerintem menő. De már medúza rohatott bele a tengerbe azonnal, ez azért jó. Hát nem, az arra fúj a szél, hát most ott nem zavarja, érted az embereket, hát most én mit csináljak? Néha egy-két szaros pelenka majd ez Egyiptomban volt egyébként nagyon népszerű. Építkezés hát után beledózaroltatták a törmeléket a tengerbe. Szerintem most is azt csinálják, igen. Az a SimCity-nek ez a izéje, ez az új tervezője. Tehát néha ilyen 10 millimétereken is így el van vágva az út a kereszteződés. Jaj, között. Nagyon nem, igen. Elég gagyi. Na, épül, szépül a város. Nekem van egy darab kaszinom. Hanyan vagytok lakosságügyileg? 2145. 1290. De mondjuk én nem rakok izéket le. Jó, tudom, hogy nálad már 20 000 laknak, érted a gettóban. 24 000. Annyira tudtam. Ha ugye én is megpattintom itt a növekedést. Csomó utam van, én nem raktam le a lakosokat, hogy jöjjenek. Én még mindig csak a földutat használom, én abban hiszek.
Ez nekem egy küldetésem. Egy mission. Egy mission. Egy passion. Egy Michelin csillag. Tessék, csináltam egy templomot. Hogy örülnek neki? Na, visszafizettem a kölcsönt, köszi szépen. És pörög a biznyák. Én ilyen óvatosan haladok. Kicsi kis izé. Én is, keveri, én is. Keveri az NDK-s felnőtt filmek szinkron hangja. Bírtam, hogy izé lefordították, tehát hogy... Nem értem. Ez tényleg nevetséges volt. Nem értem, tehát a hiányzott a szinkron, tényleg. De nem az a... Magát azt, hogy ott előtte mit karatyolnak, azt oké. Okay. Na de közben miért kellett ezt folytatni? Tehát... Akkor miért nem váltották nem tudom, át az eredeti hangra? Ezt akartam kérdezni, tehát mi különbség van a német és a magyar nyögés között? Rengeteg. Valaki ott hát ez totál szar. Hát nem értem mi az, hogy já. Nelvita. Így nem olyan az élmény. Nem értem mi az, hogy já. Mi az, hogy yes? Na meg ez az én dózer olgassam az épületeket, ez hogy ez a mitől szórakoztató? Ez nem szórakoztató figyelgetni az elhagyott dehogy épületeket. Dehogy nem. De nagyon jó. Világ legszórakoztatóbb dolga, dózerolás. Viszont a SimCity zenével, meg mindennel valahogy egy kicsit hangulatosabb, meg a grafikája nekem szebb. Meg hogy érted, hogy itt hát szól valaki hozzá, polgármester, meg mit tudom én. Igen. Mint ami a Sims-nek mindig is volt. Nincs. Csak, igen, csak ennek ez a város. Nem? Igen, csak ennek ez a város építkedés része, ez azért eléggé. Hát ez. Ilyen pocsolyás. Tehát, hogy ez totál nem ilyen deep. Nem, tehát ez ilyen felületes nagyon. Igen, ebből. De nekem úgy tűnik, hogy ebből nem is nagyon akartak többet kihozni. Tehát, hogy ez. Ez volt Maxisnak azt hiszem utolsó játéka, mert. Mondta, ja, tehát az e-games mindenbe bele akart szólni, és akkor mondta, hogy jó, ezt kiadjuk, és akkor izé, köszönjünk el. Ezért lett az ilyen. Szomorú amúgy, hogy ebből az, nem lesz új. Az, mert egyébként tehát a régi SimCity-k még sokkal komplexebbek voltak egyébként. Meg, tehát a City Skyline az, ami folytatta ezt a szériát igazából. Jaj, ne nincsen tűzoltóság, mindenki feljól a tőrét. Megjött Alex a Grandmaster. Az a helyzet egyébként... Felgyújtja mindenkit, akit kell. Hogy... Elfelejtettem Grandmaster miatt, hogy mit akartam mondani. Hát az, hogy nincs elég Simo Leonom tőrét. Ja igen, tudom mit akartam mondani, hogy a... Ugye a jogok, azt gondolom, hogy az IE-nél landolt, mert, vagy eleve már az övök is ott, nem tudom, mert hogy utána jött ez a mobilos Sims, ami tök ugyanígy nézett ki, vagy SimCity, tök ugyanígy nézett ki, de ilyen, elkezdtem, mondom, tök jó. Hát úgy voltam vele, tudom, oké, mobilos játék, ha most néha kell valamit belepengetni, nem fog izélni, érted, sírni rajta, hát értjük, ingyenes játék, oké. De hogy annyira szájbarágos lett az egész, hogy annyira utáltam, egy órát bogaráztam vele, és nem hagyott játszani végig. Tudtad, hogy így, meg úgy, és azt tudtad? És na, azt például, azt tudtad? És a végén már így nem tudtam, de nem is érdekel. Én akarom felfedezni a játékot. Tudod, ilyen annyira ilyen szájbarágós... Én tudom, én nyomtam egy évig szerintem azt. Tényleg. Később csatlakozták klánba, voltak háborúk, meg minden azért. Volt, a volt, aztán... Ja, aha, a mobilosba, persze. De milyen háború? Háborúzni másik városokkal, városszövetségekkel. És akkor küldted át nekik a katasztrófákat, meg minden. Hú, hát ez elég idegennek tűnik a játék. Úgyhogy igen, meg hát utána tudtál több régióba építkezni. Megcsinálom a kis bányádat, egy gyökér. Tudtál más régió, volt tengerparti régió, meg mindenféle. Tehát nagyon sok minden. És még mostanában is jött hozzá. Fogd már be a pofádat. Közben itt beszélek, és közben a polgármester hivatalból kijön egy csáva, és akkor mosra, gosztrövésre, ebbe a Sims nyelvben nyom. Most rá. Igen. Így most rá, úgy most rá.
És mondom, hogy jött hozzá ilyen nagy frissítés, meg minden. Túl boldogoknak tűntek itt az emberek a tengerparton, ledózeroltattam a házokat. Nem tengerpartot. Hát mert ilyen izét csinálnak ide, nézd, amilyen igénytelen ez például. Csak én mentem csődbe. Alex nem ment csődbe. Nem, én sose be... Én hova mentem volna csődbe? 30 ezeren vagyunk mindjárt. És egyébként hozzátenném, hogy... Tegyed. Tedd. Hozzátenném, hogy... Na, mit tennél hozzá? Nem. Rájöttem, hogy én nem... Te nem vagy az a hozzátevés. Én nem vagyok. Én nem vagyok annyira az az ember, aki hozzá. Hiába tennéd is hozzá. Nem adna hozzá. Nem adnánk meg. Nem tennéd, hanem el. Régen csinált ezt Alex pótkedve, amikor nem, így beszéltünk egy témáról, és elkalandozott, és vissza akar csatlakozni, akkor így igen, és így nem mondott semmit, vagy ilyen annyira látszott, hogy azt se tudta, hogy merre van az előre, és nem, mert, csak így hozzá akart szólni. Ez olyan, mint amikor megpróbálsz egyszerre gitározni, meg énekelni. Tehát vannak, igen, akinek van, ezt én tudom, van akinek van hozzá tehetsége, hogy tud egyszerre két dolog rohadt komplex dolgot csinálni, meg van az a full focus, amikor egy darab dolgot tudsz jól csinálni, de akkor viszont semmi más nem látok, se nem hallok. Ja, én is ez egy fókuszú vagyok. És ugye, tehát ha elkezdek valamire figyelni, akkor is közben próbálok a rutinból beszélni, tudod, és így mondasz, igen, valami hülyeséget. Igen. Mondasz valami totál nagy baromságot. Ajaj. És akkor itt jön az a SimCity-nél az a tipikus jelenség, hogy kezd elfogyni a szélerőműből termelt áramot. Az elején az teljesen király. Itt van, hogy elkezded építgetni vagy bővítgetni a szélerőműdet, ami egy darabig tök jó. Aztán felesleges lesz, igen. Úgyhogy már előre kell gondolni, hogy mi az, amit le tudsz rakni gyakorlatilag. Ami valami komoly. Jaj, meg van ez a ControlNet, azt is majd el lehet kezdeni, de nekünk egyébként egy széntüzelésű erőmű jó lenne itt a tengerpartra. Várjál, azt nézzük meg, hogy milyen ércek vannak nálunk. Ajat, azzal kell fűteni. Kezdődik megint. Olaj. Olaj. Hát olaj az szerintem amúgy van. Az a szél nem túl erős. Hol is lehet megnézni? Hol lehet megnézni, hogy mi van a városod alatt? Várjál, gondolom az ipar, és akkor itt van a bányászat talán? Aha, olaj. Anyád, mennyi olaj van ott. Na jó, de ezt megint... Atyaig, most nézem itt Alex városát, atya világ, mi a fenn? Azt hittétek, mi? Szén is van. Érts. Hát ez minimál. Vigyelj a Dani, de van olyan, aki egyre is alig. Ne, van, igen, van. Micsoda, mi egyre? Néha egyre se. Hát, hogy mondtam, hogy ugye nem, én például nem tudok nagyon, tehát fókuszban nem tudok kétfelé figyelni, ja, egyszer, és kérdezni, van, aki egyre se. Igen. És akkor, ha van egy színbányám, akkor a belpiacra nekem az elég, nem? Az tehát, elég, igen. És akkor a kereskedelmi lerakat, ezt soha nem értettem, ezt annyira nem magyarázz el. Ja, de hát szélraktár ott... akkor is kell, mert különben nem tudod hova rakni a szenet, amit kitermelsz. Tehát ez benne. Igen. És ki tudod látszani, hogy akarsz eladni belőle. Igen. Hát nincs elég Simeonom, nem baj. Ezért erre találták fel a B-kötvényt. Nincs elég Simeonom. És akkor kell szénraktár, egyet lerakunk. Futurisztikus putrik. Az most egyelőre elég. Helyi szállítmány be, globális piac kezelés, a felhasználás mind. Aha.
Na, hát akkor ez... ez nagyjából ennyi. Szimbánya lerakva. Akkor hitelt felvettem, ebből szerintem kapásból a termelést fokozni is kéne. Miért akarnék meg a bűnözést a városomban? Nem akarsz. De azt írta. Ja, lesz, lesz, igen, lesz RP. Hú, de végig söpört itt a boldogság hullám a városomban, nem tudom. Valami ízé fűszállítmány érkezhetett. Nem lehet, hogy a legalizáld a kábítószert kötvényt megcsináltad? Ja, de tényleg adta az achievementet. Bob Marley. Hát most egy 50 ezres kötvényt fölvettem, de... Ó. Miért esett vissza a... A bevételem, gyerekek. Ja, mert nincs áram. Á! Miért nincs áram? Nagyon kéne az a tűzoltóság. Aj, nagyon kéne az a szénerőmű. Az meg jó drága lesz. Lakosság vagyoni szintje 98% alacsony. Nem mennek feljebb a számok, mi van? Hát rájöttek a turpisságra, hogy ott nem lesz soha semmi. Jaj, olyan földutakkal szarakodtak. Hát az Miskolcon soha nem zavart senkit. A zavar csak már lehetetlen helyzetben vannak, tudod? Ne, itt soha nem zavart senkit, senki nem is remélte, hogy egyszer is lesz valami. Így aztán abból nehéz veszteni. De jó polgármester vagy! Tök nem, hát van. Nem én vagyok Miskolc polgármester, ez. Na, oké, megjött a széntüzelésű erőmű. Nagyon helyes, gyerekek. Meg hogy csak automatikusan miért nem bontja le a házakat? Miért nekem kell lebontogatni? Ezt mondtam én is, ez olyan irritáló. Ez nem jó játék. Mármint ez... Hát nem. Ez egy ilyen kis munka, amit itt csinálsz a játék mellett. Semmi igen. Értelme. Házi munka. Jó, van nehéz tízzel, már a betegek azok... Majd meggyógyulnak tőrét. Játékbarlangot fogok építeni, tudod? Szeretnék, hogy a játékbarlangot építenék. Vajon mi a szartól ilyen sok a beteg? Két klinikán van, és mindig nagyon sok a beteg. Mert földútja itt vannak csak. Azért. És ez betegséget okoz? Hát, biztos. Hát annyira rossz, annyit zögykölődnek azokon a földútakon, mert nem bírják. Gyerekek, kéne közműhivatal a régióba, különben bajunk lesz. Nem tudok nagyobb szennyvizet nyomni. Ja, egy pillanat, addig beszéljetek nagyon fontos dolgokról. Nagyon fontos dolgokról. Fölhívom Alexet. Tájpó. De nagyon fontos a dolog, hogy Alexnak van telefonja. Figyelj, én Tájpó, mit szólnál hozzá? Én építenék egy közműhivatalt. Az igen. Gond, neked nincs. És akkor tudsz nekem nagyobb szennyvíz, meg ilyeneket nyomni. Aha. Viszont te majd akkor légy szíves egy turisztikai hivatalt nyomjál. Jó, oké. Okay. Jó, és akkor tudsz te is a kaszinókhoz nyomni meg. Az hát ezt mondta a múltkor, hogy beszéljük össze. Ja, mert ez felesleges megint, meg ugye helyet foglal, tehát nem is a pénz, hanem... Akkor én lerakom a közműhivatalt. 64 ezer a szennyvíztisztító telep, anyád! Az jó, nagyon plusz 2800-ba vagyok. Hát plusz 4000-be vagyok, nem arról van szó, csak... Megyünk fölfele. Eldugult a szennyvíz. Szó szerint szar helyzetbe kerültünk. Viszont az a helyzet, hogyha én építenék még... Hát
Hámá, humi, azt mondja. 3400 per óra. De ez kiengedte, hogy legyen. Én nem akartam tornádót. Mi a szar? Úgy az izgalmas, nem? Nem. Te tudod magadnak kikapcsolni egyébként. De hol, játékmenetben? A menübe. Valahol a menüben. Nem kell, kösz. De ne a szénüzemen felé menjél már! Hát ezt nem hiszem el. Ne, ne! Hát ez tényleg izgalmas, gyakorlatilag a legfontosabb épületeim közé ment. Jó van, túléltük. Dózerolgathatok. Jó van végülis, annyira nagy... Á, ne, nehogy elbontsd az anyádba! Majdnem elbontottam a 40 000-es épületem. Az de szép lett volna. Hát az aztán nagyon. Na, szénraktár. Jó. Egy elhagyott épület. Túl sok haláleset. Hát mondjuk egy tornádó után érted, nem csoda. Az helyzet, mindjárt építek kórházat, de szennyvíz is kell, tehát a rendőrség is kéne, kaszinó miatt. Na, minden kéne. 3600-ba vagyok már. Én 6400 körül. Jó, hát fizetek 3 kötvényt. Hát nem tudom. Nekem csak egy van, mondjuk egy 50 000. Alex igazi üzletember. Nagyon komolyan telefonál, Alex bácsi? Nem, nem tudok telefonálni. Nem telefonálsz már? Nem biztos lemerült a másik tejtyóka. Harmincezer a rendőrség, azért ez nem pofátlanság, mert kicsit komoly. Írja, hogy miért. Már ledozoroltottam, tehát én nem vagyok. Ja. Nem. Már rossz ember vagy, azt mondták, sűnye hogy rossz ember vagy. A Besenyő Pista bácsi is megmondta, hogy rossz ember vagy. De én miért akarnék nektek rendőröket küldeni? Nekem sincs. Nekünk sincs azért. Most hova tűnt 21? Ez előbb volt egy csomó pénzem, most eltűnt. Csalikol ez a játék. Tájpó mester, téd a KHJ Gokl, ugye? Igen. A szokásos. Mit tegyek le? Pénzügyi turisztikait? Kaveri. Hát ez jó volt. Igen, igen. Oké. Okay. Miért nem tudja ezt elszállítani? Nem értem. Ja, azért nem tudja, mert ledózeroltatta. Csú-csú. Hallod, ez a tornádó oda betett. És most ilyenkor mi van? Hát jó, hát ez fasza volt. Megint eltűnt 20 000-em. Komolyan ez egy... Valamennyi bejön, valamennyi eltűnik. Hát ezt hihetetlen hallod. Mi van? Hát nem lehet csatlakozni a SimCity szerverekhez. Most írja nekem, hogy most játszol. Azt nekem is most írta, újra kell tépítenem. Most írtam újra. Ja. Nekem is csináltam. Kellene egy óriási óra. In the game. EA Sports, it's in the game. Yeah, boy. Oh, boy.
Fejleszd az utat, hogy növeld a sűrűséget. Gyerekek, folyik a szar az utcákon, nem az utak sűrűségével fogok foglalkozni. Adjatok már tényleg. Ezt nem értem, miért csinálja ezt velem. Hát mondd, a szerencsejáték mivel bántottalak meg. Na, itt vagyok, visszajöttem. Oké, mindjárt meg lesz a szennyvíztisztító telepem, utána... Meg akartam érzem, nézni hogy... a városatokat, de nem tudom megnézni sajnos. Figyelj, azt meg tudom nem, csinálni, én ezt már múltkor akartam neked mondani, hogy tudod mit csinálok? Discordon megosztom a live-ot. És ha nagyon ügyes fiú vagy, akkor még a streamen is meg tudod mutatni. Hát na ez az, hogy azt nem tudom, mert akkor szétesik az egész, úgyhogy... Át de akartam menni hozzád. Mert nekem nem működik semmi azért. Kóveri lá... Jó, csak muszka vagy megoldani, vágom. Ja, igen. Nézd meg, nézem. Atyavilág, kanyarba megy a szar. Ja, de most jó, hogy kanyarba megy a szar, mert ez lenne a lényeg. Na, most fullon vagyunk. 66 ezer, vagy mennyi ez a szennyvíztisztító telep, hallod? Kész. Na és most Leon. Fogom azt csinálni, hogy belefogunk valami nagyba. Hát most itt olyan nagy dolgok épülnek, képzeld el. Ez csak azzal indítok, hogy emelem az adókat. Magyarországról jöttem. Szimpatikus polgármester. Mesterségem címere adó. Na, most jó, kerül szimpatikus polgármester, bárcsak itt is 10% lenne az adó. Amúgy, ja, örülnék neki. Ja. Kórházatot ellepik a beteg, sérült címek. Nem mondod, zárva van és alkalmazottakat keres. Azért... értem. Szefande küldött nekünk 100 csillagot. Köszönjük szépen. Köszönjük Szefande. Imádom, amikor kanyarba megy a szar. Marci küldött nekünk 30-at, azt nem tudom felolvastam-e. Bocsi Marci, ha nem. Sehol nem tudunk vásárolni. Igen, már szóval azt írta, hogy nálam never, hozzám jönnek. Say never. Pont van én. Imádom, amikor kanyarba megy az van. Házadat lebontom, álmaidat összetöröm. Én vagyok a legszapolgármester. Kénytelenek voltak a rendőrök szabadon engedni egy bűnözőt, mert nem volt elég hely. Ja, valid. Ez így működik. Nincs hely. Na jó, húzzatok innen. Van így egyébként. Csak nem szabadon, nem szabadon engedik, hanem később kell börtönbe vonulnia. Tényleg? Na. Nagyon működő modellnek néz ki. Már működik. Ha nem mész be, bevisznek, tehát inkább bemész. Hát de gondolom ilyen piti bűnöző. Persze. Tehát ilyen erőszakos bűncselekményeknél nincs ilyen. Csak ugye az enyhébb büntetési tételeknél ugye nem börtönt kapnak, hanem fogházat. Aha. És a fogházban nyilván több. Az lájtos. Persze, a fogházból ugye hetente, két hetente, havonta, onnan még hétvégére haza is engedik az embereket. Tehát ez nem olyan fokú szigorú intézmény. Ugye a fogház a legalacsonyabb, a börtön a középső, és a fegyház a legmagasabb szintű büntetés végrehajtási intézmény. De leraktam egy csomót, most mit akarsz még? De hát én leraktam egy csomót, hát én mit akarsz még? Ödönke? Ödi. Polgármester adta! Polgármester elvette.
Jó kis polgármester, nem? Igen, aha. Kellemes. Mint a Far Cry 5-ben volt az a szekta líder csávó. Ja, Far Cry-ban. Az de jó volt az a Far Cry. Az ötös, tudod, amiben a szekta líder csávó volt az ilyen ízű szemüveggel. Az zseni volt. Annyira az jó meg volt az egész csinálva. Nekem a vége is bejött amúgy. Én nem vittem végig. Hát nekem picit olyan izé volt, olyan következő rész tartalmából, tudod. Previously. Hát és utána egyből adták is ki a posztapokaliptikus, ami egy direct ilyen folytatása, ami amúgy szintén tök jó volt. Amúgy. Hányszor játszottatok vele? Azzal viszont nem játszottam nagyon. Egyszer. Azt együtt játszottuk, ha visszaemlékszel, és ugye tök szar volt kópol, viszont én utána kivittem single-be még tavaly nyáron, és tök jó volt az is. Baromi szép. Akkor lehet majd előpatintom. Nem tudom. Lesz, igen, lesz majd. Az ilyen kis játék, tehát hogy az, abban nem is kell úgy sok időt beletolni, meg ilyesmi is tök jó. Tehát ilyen koncentrált a tartalom. Az még talán jobb volt egyébként, mint a rendes játék. De aztán ki tudja. Az életem ilyen egyszer. Hol lehet lerakni ilyen olyan látványosságok? Ja, az iparnál mi. Polgármester elvette. Polgármester nem adott vissza semmit sem. De mocsok a polgármester. Bár csak a mi polgármesterünk mit csinálna már. Na hát, Typo, az van, hogy te lettél a Tinni. Mi? Miért lettem én Tini? Hát mert a bálvány. Én lettem a Tini bálvány. Te lettél a Tini bálvány, mindenki azt kérdezi kommentben, hogy mikor lesz már GTA 5. Ja. Na, mikor lesz? Lesz, hát lesz, majd... Itt végeztünk. Amikor Alex-nek videója lesz, akkor Typeborg lesz. Biztató. Figyelj, ez hamarabb bekövetkezik, mint hogy neked videód lesz. Hát mondjuk az is biztos. Azért mondtam. De tudod, fikázat. Azt, amikor majd kijön az a videó. Amit vágsz két hónapja. Fél évre izéret parkolóra raktam. Kijön az a videó. Az olyan lesz, hallod. Akkor olyan majd lesz, figyelj, akkor majd magad sérül. Magad alá fogsz szarni. Én már magam alá szarok előre inkább. Jó, mondjuk annyira nem jó talán. Nem tudom, mikor csináltam valamit, ami annyira jó volt, hogy valaki beszart. Nem tudom, a főzős videó az nagyon adta. Melyik főzős videó? Hát a legutolsó. Jaja, ezért rántottás? Igen. Az funny volt. Azt élveztem is egyébként csinálni. Meglátszik egyébként melyikhez volt kedvem, melyikhez nem. Azért nem próbálom neverőltetni, mert 50-szer jobbak azok a videók, amik úgy tudod, úgy jönnek. Hát csak az a baj, nem jönnek. Hogy nem jönnek. Nem jönnek a videók, Alex. Miért nem fejlődik? Miért nem halad ez a város előre? Ma akkor hát talán mondták, a szaros földutaim miatt, nem? Nem, semmi baj a földutaimnak, mi így élünk, mi ezt szeretjük. Ja, ez ilyen amics közösség, nem? Figyelj, én végig nem nyomogatom az összes létező útat és upgrade-elgetem. Tehát akkor új játékot kezdek. Tehát totál el lehet felejteni. Tehát ha a játék nem veszi a fáradtságot, hogy belerakjon egy szaros gombot, érted? Ha mondjuk ez nagyon ratyi tényleg. És akkor egyenként kell végig nyomogatni, sose. Ez így marad. Megvan, hogy mit csinálok. Új terv. Figyelj. Baszki. Figyelj. De ezzel tönkreteszem a kórházat. De miért a kórház azon a kis utcán van, nem a... Jó. Engem nem érdekel, én megoldom.
is van egy kórház. Ez nagyon jó lesz, majd most mindenki figyelje meg, hogy ez milyen állat lesz. Mmm, durva lesz. Az van a G2-t RP-ben, hogy akikkel úgy játszok, azok tegnap nem aludtak, érted? Tehát nem aludtak, mert keresgették a helyeket, ahol a fegyvereket ki tudjuk szedni. Ez egy szomorú élet. Lehet. Typhoon-szerű várost fogok csinálni, az van. Mi? Jó működő, sikeres gazdaság lesz. Mindenhol lesz egy benzinkút, amit ki lehet majd rabolni. Egy picit nem nézek oda, 81 000 van. Na igen, nekem is annyi volt, csak kell tűzoltóság. Rögtön küzdködnek. Ja, egyébként ez nagyon izé. Leraksz egy tűzoltóságot, és nem megjavul a helyzet, hanem... Hanem kell egy rendőrség is most éppen. Kész! A mestermi. Mondjuk ez így... A mestermű. El tudom képzelni, milyen király mestermű. Fantasztikus, lehet. Fantasztikus. Hát lehet. Ilyen typos lett egyébként. Ah, jó van, oké. Okay. Hát csináljunk meg egy szemétégetőt. Az meg olyan Alexos, mi? Igen, egy gumiégető. Na! Hát ez... Ennél rosszabbra nem is sikerülhetett volna. Csodás, tehát az van, hogy végig akartam húzni a város közepén egy ilyen nagy hadsávosat, tudod? Na, nem sikerült, gondolom. Nagy, de ott volt a kórház, úgyhogy az kikerüli a hadsávos, és így nyom egy ilyen elalakú. Elakul kanyart, de olyan rosszul néz ki, mintha ilyen szigetelő szallagot raktam volna a város közepébe. Itt az borzasztó lett. Szigetelő. Sigi, sigi, migi. Szigetelő szallag. Sigi, sigi, szallag. Képzeljétek el, tegnap néztem, hogy hogyan kell a olajat cserélni. Így tök fáradt voltam, de mondom, még rákeresek tudod YouTube-on így az ágyból minden. És akkor jóval mondom, rájöttem, ó, szuper. Lerakom így a telefon, tudod, lerakom a fejhallgatót, minden. Jóval mondom, én alszok, mondom, hogy jó van, oké, aludjál. És akkor így lököd. Aztán ne horkolj már. Nem horkolok, de horkolsz. És akkor így megint ott fél állapba fölriadok. Ne brümmögjél, mondom, mi? Tudod, ezt visszaadottam. Már te lettél a motor. És konkrétan nem tudom, mit álmodhattam, de azt mondja a Viki, hogy elaludtam, és utána ilyen ilyeneket csináltam. Megvett az álmodba a motort. Kicsit beleéltem magam. Már olajat cseréltél magadon. Kétszer. Szemétszállítás a szomszédok számára előtt. Nem! Nem is jó smartot, dozerot adtam le. Mindegy, hát majd találtak lakást valami olyan városban, ami szerettek. Ez a rengeteg lakás elhagyás. Ez csak te tudhatod. Coolióék, elhagyják a lakást. Ja. Szar van a palacsintába. Igen, palacsinta szar van be. Azon filózok, hogy nekem itt ki kéne
Vagy mit is kéne még lerakni? Emberek tiltakoznak, túl nagy a bűnözés. Hadd tiltakozzanak, mindjárt adókat növelek, nem lesz idejük tiltakozni, elmenek dolgozni. Közlekedési hivatal, az nem kell, turisztikai, elhelyezve a régióba, azt leraktad. Közbiztonság, kórház, nagy tűzoltóság, rendőrkapitányság, pénzügyi hivatal, sávos adózás zónánként. Be van fejezve a nagymű, igen, a gép forog, az alkotó pihen. Jaj, Alex. Na hát ez egy lerakok szóval. Szerintem egy szerencsejáték központot. Egy szerencsejáték központot rakjál le, légy szíves. Leraktam. Azt nem tudom, hogy ez nekem mitől lesz jó. Van egy ranglista. Van egy ilyen régió, hogy húget, azt tuti mit csináltuk, nem? Igen. Na, az a rang, az a rangsor a régió szerint az a hatodik. A népességbe. Szerintem azt mit csináltuk, gyerekek? Hát persze, hogy mit csináltuk. És akkor ilyenek előznek meg, hogy Erzsébet a kanári, Kámaszutyka, Édenkert, Next World, Starkland. Kámaszutyka. És kettővel mögöttünk ott van Sotyka. Aztán van Bimbóka. Meg van egy gyere ide, jó. Hagyjuk már. Aztán Simoleonból nyomja a tesa, hetedikek vagyunk. De van egy ilyen, hogy Metafingovics légió. Pontos néven, vagy elipszilonos néven. Azt egy csináltad. Hát valószínű. Metafingovics légió. Az megelőzött minket Simeonnal. Há, most engem nagyon mindenki megelőzött, mert valamiért hirtelen minden beszart. Hú, ez nagyon vicces volt. Mi a baj? Nincs elég víz. Építettem még egy kaszinót. Teleszórom az egészet. Ez ennek örültek. Nesztek. Letettél egy szerencsejáték központot? Én le. Le, most az előbb. Csak alkalmazottakat kaszinót keresnek még mindig. Ó, Skiffy kaszinó. Igen, ezek akkor tudsz azok... építeni ilyeneket. Ja, csak ezek azok, amik tudod, lerakod, az csődbe mész. Miért van ennyi hajléktalan ebben a szaros városban? Mert ez egy szaros város. Menőt. Mint tudod, az a büdös város. Igen. Nem büdös, bűnös. Ez valami Amerikában volt szerintem. Lerakok egy elfelejtő. Ja, volt. Ami, az totál. Rakjál, csak ne ijesztegessé már itt. Totál nincs. Nyugalomba próbálok építkezni, és így egyszer csak Alex... Lerakok egy Eiffel-tornyot. Ja, akkor egy Big Bent. Pénzem. Jó, rakjál már le valamit, csak... Ne riogassál itt minket. Mi bajod van a Big Benemmel? Kicsi Big Beneddel. Egyem is. Picipicik Big, egyem meg a Big Benedek. Nem Big Mac-et akartál mondani, hogy bevesz egy Big Mac. A Big Benedek? A nagy meseköltő. Mese mesélő. Big akkor egy Benedek. Tokyo tornyot lerakok, bazd meg. Benedek és a gangsta. Ez csak a művész neve. Big Benedek, nyomjad a mesét. Üld a térdemre, tesa. Ha nem hallgatod, meg lerugom a vesét. Tét a mikrofon, Big Benedek! Egyszer volt Benedek volna... basszalom a mic-ot! Big Benedek, ez nagyobb meredek! De ez olyan rossz, hogy ez még így fájdalmas fizikailag. Nem tudom, miről beszélsz, kurva jó volt. Nem tudom, mit mondasz, nyomjad még.
Jó volt a szó, tessa, de ne nyom tovább. Olyan jó nyomod, csak figyú, nem hagynád abba? figyelj, lebasszintok egy Tokyo tornyot. Hú, de jó lesz. A Tokyo Hotel ott fog zenélni, vagy mi lesz? Hoztam. Jó, emlékeztek még ezekre. Az élen. Aha. Persze. Egyébként a Total eltűntek ám, tehát ez így kb. 15 éve. Hát ez a Backstreet Boys gyakorlatilag. Igen, csak ez millenial korszak. Igen, felfedezték a Backstreet Boys-ot a na, lett egy Tokióni tornom, bad meg! Tokióni dordó. De jó vagy te. Az megy, ez a Skiffy kaszinó, ez nekem bejön. Skiffy kaszinó. Fú, de jól néz ki a gettó közepén a nagy torony. Csak kár, hogy 120 ezerbe kerül. Miért és mentek el innen? Kiírja, nem? Nem talált üzletet vagy parkot. Ott van mellett a park, te nyomi. És hogy jött be a Skiffy kaszinó? Semmi, simán a... Mármint azt értem. Igen. Csak hogy bejött az üzemeltetésre. Ja, most raktam le, csak most. Én meg csinálok egy modern kaszinót, jó? Bum, mekkora baszintó kaszinó. Én majd izét akarok, ilyen elegáns kaszinót, csak nem volt 300 ezrem rá. Hallod, lerakok én is egy kiszi-kiszi kaszit. Jó, akkor a kaszinó van itt. Hányan van a városotokban? 8500-an. 19500-an. Elmentek 3000-en. És rengeteg a hajléktalan. Nem tudom mi történt, beraktam egy nagy utat, ennyit csináltam. Ez valami idegösszeomlást okozott. Lehet, hogy nem szokták meg, szédültek a betonon. Ezért volt sok beteg. Szédültek az autópályán, túl egyenes volt. Túl. Nem tudom. Képzeljétek, volt egy olyan szomszédunk, akiknek a gyerekek állandóan otthon voltak tényleg, vagy autóba mentek valahova. És elmentünk valamerre kirándulni, és a parkolóban így nem mertek rálépni a fűre. És ilyen... Mi van? Igen, és akkor így megfogtam a gyereket, ráraktam a fűre, és a gyerek így állt egy-egy vis, így sírt. Két éves volt, nem tudta hova került. De mi? Nem nagyon, hát város, nagy belvárosban laktak, füvet gyerek nem látott. Érte. Jó, hát hagyjál ma akkor is. Ja, de az hát ilyen, és azért az túlzás. Hát nem mondom, hogy nem az, csak azt mondom, hogy van ilyen is. Na, kész a kaszinom, Big Daddy. Na, csak a telefonom, na pillanat. Diszkóklub, mindenképpen akarok. Rohadt nagy is jól néz ki. Nincs elég szimulónod, mert miért nincs? Ja, 33 ezer. Hű, halott typo, bejött. Bepörgött. Bepörgött? Aha, én leraktam, majd mindjárt látom, hogy... Kell egy 4-5 kör neki, mert az végveszteséges volt. Most mert most már még az áramellátást csinálom éppen. Ja, hát az nem baráti. Áram kell hozzá nyilván bőven. Na, itt vagyok. Telefon, kielégülés. Backstreet Boys. A jövő zenéje. Backstreet Boys. Alright! Ja. Azért csak ránézek erre az olajra is, hogy hol figyel. Hú, pont ráépítettem a Skiffy kaszinót. Blackjack asztal. Elengedhetetlen. Jó lesz az érc is. Amúgy valami bányászatta meg kell támogatni. Mert reklámozni akarok. Viszont lehet, hogy ércet bányászat. Van egyáltalán? Itt van. Házatot lebontom, kaszinómat építem. Nincs elég szimoleonod! Fogd be a szádat már, most már komolyan elegem van ebből. Egyébként mit szégyellősködök? Hát miért ne termelhetnék ércet? Engem nem ilyen, nem lakóövezet akarok lenni, érted, hanem
kaszinóvárosa. Hát de azt meg érted, kit érdekel. Most hogy laknak, kik laknak. Hát, nem, ebből élek gyakorlatilag, viszont kell egy kereskedelmi lerakat. Berakom ide, hadd üljenek. Itthon, otthon van. Á, nem ide rakom. Ne rakd. Berakom az ipari régióba. Fém is ötvözet. De ötvözetet az gyártani kell. Hát ezt... Nem úgy megy az. Várjál, ez mi ez? Nyersért, meg fémraktár. Meg teherszállítás, meg szén. De nekem nyersércem van. Úgy össze meg. Nincsen még kohóm. Ahhoz kohó kéne, gondolom, nem? Ah, még az is igen. Aha. Vajon miért ingadozunk? Adót emelek. És exportálom mindet. A hatat nyersanyaganként külön lehet beállítani. Ez mondjuk, na mindegy, ez mondjuk elég bénaság, hogy miért nem tudok exportálni, meg felhasználni is. Tehát ezt hadd állítsam már be, hogyha van 4 darab, mit tudom én, szénraktárom, akkor abból 3-at exportálok, 1-et meg felhasználok. Ah, és nem lehet. És nem lehet, ez két külön helyet kell építenem. A modern kaszinót. Nézzük a modern kaszinót, tojások. Modern kaszinót, nincs romos épületem, gyerekek, nem hagyják el a városomat. Nem akarom elkiabálni. Maradjon is így. Tehát csökken a népesség, igen, de a gondolkodásmenet az, hogy majd jön a turista. Azt leszarom, hogy most elmennek a lakóim, senkit nem érdekel. Mondjuk ki fog dolgozni, akkor ott nálad. Hát az a pár profit ma mínusz 27 000. Napi mínusz 31 000 a vesztesége a modern kaszinónak. Nincs elég turistában. Most nem, már most indult el. Még csak. Ja, hát az elején az veszteség is. Na! Beindult a pénzhozatal. Mondtam, hogy jó ötlet. Jönnek a turisták. Tehát oké, hogy veszel mínuszt a turistika, tehát oké, hogy veszel a turisztikai látványosság pénzt, de jön sok turista, és ezért a kaszinóba ott elköltik a pénzt. És akkor pluszba van. Hajókikötő kéne. Kéne közlekedési hivatal a régióba, remélem, azt írja. Már én még egyet le tudok rakni. Lerakok egy közlekedését, mert Taipó, neked is van tengerpartod, nem? Van, igen. Jó, akkor leraktam egy közlekedését, azt ne lakja rá, mert akkor tudsz izét hajóállomást. Jaja. Ezt csak szóra leraktam, mit senkit nem érdekel. Aj, ne legyél már szomorú paraszt! Szerintem főleg, ha így mondod, nem lesz ez. Na. Ezt itt ledózom. Egy darab elhagyott épület. Nézd meg, elkiabáltam. Hát de ez az egy darab elhagyott épület. Nincs forgalom a városodban, nem? Na, bedugult az összes autópálya, meg minden. Milyen pálya az autópálya? Meg a kaszinót azóta áll az egész. Nincs elég áram? A legnagyobb csapda ebben a játékban ez az újrahasznosító központ, amit lerak, 110 000-be kerül, és nem csinál semmit. Annyit csinál, hogy... Egy idő után csinál, és akkor viszont meggazdagszol belőle gyakorlatilag. Hát csak ahhoz művelt szímek kellenek. Mert írja is, hogy csak azok hasznosítanak újra, vagy azok gyűjtenek szelektíven, tudod? Ja persze, hát igen. Jó, oké, kis váltás.
Lószarjóska. Tehát ezt itt megizéljük. A szemétégetőt annyira nem kommázzák a színek, úgy látom. Az nem. Nem baj, kompenzáljuk őket egy parkkal. Mert itt jönnek be a turisták, tehát itt legyen jó az út. Hát most mi a... figyelj, ilyen falu múzeumot csinálsz, vagy mit? Ja, ilyen skanzent. Micsoda? Hát ilyen nem, földutas hanem... falu múzeumot csinálsz? Nem, hanem földút van mindenhol, de itt az elején, ahol a kaszinó van, itt meg kell csinálni a nagy utat, mert bedugul állandóan. És nem tud... nem, a paraszt nem tud bejönni, nem tudja elkölteni a pénzt. Na, azt itt megfixáltam. Tehát itt ez a hullaház körút, ez megvan. Hullaház körút. Hullaház körút. Amúgy ki van találva egyébként ez a SimCity, tehát mindig egy picit tudsz valamit csinálni, mindig egy picit tudsz előre menni. Aztán ez ugye megszűnik egy pár óra játék után, de addig nagyon élvezetes tud lenni. Na hát én leraktam a hajóállomásomat, én bízom benne, hogy több turista fog érkezni, viszont kéne pénzt gyűjtenem. Nem tudom, a hitelt visszafizettem? Most kifizettem az összes hitelemet. Ha lenne pénzügyi régió, akkor... Majd lesz pénzügyi régió, mert akkor én azt teszem le. Akkor lehetne nagyobb hitelt fölvenni, tudod. Mi van? Nem jönnek emberek. Miért nem használják a kompot? Miért nem használják a kompót? Lehet, nektek nincs kompterminálatok azért, nem? Hát nincs, persze, hogy nincs. Kompótom? Hogy ne lenne? Szóval, ami kelleni fog, az lecsűrni egy nagyobb rendőrséget egyébként, mert egy kaszinóvárosba kell. Csak az meg közbiztonsági hivatal is kéne a régióba. Alex, rakjál már le egy közbiztonsági hivatalt, léci. Na, nem tudok semmit lerakni. Hát a városházánál le tud rakni. Közbiztonság? Aha. Igen. Tű, mi volt ez? Elkövetett bűncselekmények száma naponta 3, hát ez semmi. Meg a nap lemente, nap felkelte, ez gyönyörű szép ebben a játékban, hogy igen. Így, tényleg így azt érzed, hogy él a város. Ennek a parknak mi értelme van? Felgyújtanám az egészet. A romok, érted? Írja, hogy van egy rom, de hol? Nem, találod? Nem. Hát zoomolj ki, és akkor villog sárgával. Nem villog. Valami mögött lesz, forgass meg, így én is jártam már. Valami mögött lesz egy magasabb épület, ami eltakarja. Ha már végig ment a városon, nálam is random rajzi. Mosolyvihar. Mosolyvihar. Magas adók. Hát, üdvözöllek itthon. Tessék hozzá a szokat. Itthon, otthon vagy. Itthon, magasabb adók vannak. Itthon, otthon van. Nagyon pusholná a játék, hogy építsek még lakóövezeteket, de nem akarom teletolni. Elég ez a 30 ezer. Hát nem, mert hova? Ó, van helyem is, képzeld el. Szerencsére az egyik utca az ilyen toronyházas lett.
és az ott nagyon adja be. Lehet egyébként utat fogok fejleszteni. Ja, de nem tudok, ezek már fullosak. Nagyon epikus hallod. Hogy megyek innen vissza? Egyébként volt szükségem rendőrségre, ha már leraktam? Honnan tudom megnézni? Ha már leraktad, akkor biztos volt. Mágnes vasút, hagyjál már mágnes vasútat, hát... Közepesen vagyonos és gazdag turistákat repíthetsz a városodba, kis utasszállítókkal. Reptér kell nekem. Az. Ez az. A reptér. Hova fogod lerakni? Le, simán le tudom. Csak azt kell kiválasztani. Ja, meg hogy nem tudom forgatni az épületeket, ez borzasztó. Ezt az egyet nagyon utálom a SimCity-be. Nézd már, tudok még vasutat is ide kattintani, ha kell. Ez akar lenni a izém? Én még villamos sinek. A kaszinó a bevételeknél hol van? Rákattintasz az épületre, és akkor írja, hogy napi mennyi a nyereséged. Hát igen, de itt a bevételeknél lent, hol itt van minden, a költségek, meg minden. Hát... igen. Város specializáció talán. Nem tudom. Mert rengeteg a bevételem, és kevesebb a kiadásom, és mégis... A kötvényeket valahogy. Nem vonogat? Hát van két kötvényem, de hát... Gyerekek, kompas, senki nem jön, repülőtér, az úgy néz ki, hogy beindult kapásból. Durva. De miért a repülőtér? Nem? A repülőtér, a komp meg semmi. Egy senki. Mióta hallod itt izé leraktam, senki. Na, nem rossz. Megpróbálok villamost csinálni. Ja, tudod miért nem jön ezzel a kutya se? Mert hozzám csak a gazdag turisták jönnek, ami nagyon helyes. Hú, akkor viszont le kell majd raknom egy izét, egy ilyen elegáns kaszinót is. Azt meg ide rakom hátulra. Jó fog mutatni, rálátnak egyből az ércbányára. Magas adók, ne rinyáljam az adó miatt. Hát ha lejjebb veszem az adót, tönkre megy a város. A magas adók miatt is lehet, hogy nem jönnek ám az emberek, tehát... Azt azért nézzed. Lejjebb veszed, lehet, hogy visszaköltöznek. Simán benne van a pakliba. Jó, levettem az adókat. Defaultra. Tőkön ülve várom a milliókat. Na, letettem a diadalívet. Levettem az adókat, várom a pénzt. Hol van? Hopp, leraktam a gazdagoknak a kompos izét, egyből megindult, nézd meg. Tehát nagyon nem mindegy, hogy kik jönnek hozzád. Durva. Mit írtál? Szegény lakóvezet közepes sűrűségűvé növekszik. Hát az talán inkább nem gazdagok legyenek hely. A parkokat na, pluszba van. Ment, pluszba ment a kaszinó. Figyelj! Egyébként Kaveri az a polgár, ez imáté, Kaveri az a polgármester, aki látja, hogy nagy a baj, de a 20 millió szállodában a pinyakkoláda még legurul. Tájpó az a... Igen? Igen. Nem, nálam nem, hogy nincsen baj, nekem gyakorlatilag virágzik a biznisz. Csak hát a szegényekkel nem vagyok annyira szociális, de hát nekem a város érdekeit kell néznem, nem a szegényekét.
Na figyelj, Typo a diktatúra szerelmes és az elhallgattatás mestere. Alex meg szimplán a véletlenből tud kirobbantani egy atomháborút. Ennyi. Hát most az van, hogy lement. Tehát ahogy levettem az adókat, lement a pénzem, mínuszba vagyok éppen. Nem baj, várj egy picit. Ennek nem örülök. Meg hozza a gyümölcsét, hidd el. Csak legyen hely, ahol tegnap 37 ezret hozott az egyik ilyen cuccom, de nem látok belőle pénzt. Hát ez ilyen. Lepattintom az akadémiát. A kaszinóm 16 ezret hoz, de abból se látok egy fillért se. Tehát megkérdem, vajon hova tűnik a pénz? Vajon? Hova tűnik a pénz? Hova tűnnek a millióim? Mennyi hajléktalan van ebben a városban? Valami baj van. Meg egyet szittyózunk. Semmi probléma. Húha, most először mínuszba kerültem. Na én megyek felfele. Mondjuk jó lassan. Na itt az akadémia. Kaveri egyszer azt mondta, hogy még lesz podcast. Ez igaz? Egyszer lehet, hogy lesz. Kérdezzük Kaverit. Kaveri itt vagy? Kaveri? Itt vagy. Nem halljuk sajnos. Nem halljuk sajnos. Kaveri majd válaszolni fog akkor, amikor Alexnak videója lesz. Haló, anyátokat. Nem hallanak mikét. Jaj. Az van, itt egy léghajó. Hogy nekem nem megy ez az egész valamiért. Az előbb még nagyon jól kerestem, most meg semmit nem csináltam. És megyek lefele, most felfele vissza, nem értem mi van. Mintha nem befolyásolnám, hogy mi történik, csak úgy történik. Valami oka kell, hogy legyen. Tehát nézd meg, figyelj, ha az útjaid rosszak, nem fogsz fejlődni, tehát hidd el. Hát az oké, de fejlődtem. Meg kell nézni, hogy mi az, ahol megy el a pénz. Tehát ha rákattintasz, akkor ott látod, hogy... Ne hazudj magadnak. Hát csak ez az, hogy semmi olyasmi nem megy el a pénz, ami annyira különös lenne. Tehát még mindig sokkal több a bevételem, mint amennyi kimegy, és mégse keresek semmit. Annyi, van két kötvényem. Akkor azt nézd meg. Azt nézd meg. A kötvény igen, az, azért azt lopáljám a pénzt. De azt is azt miért nem írja az izébe? Meg azt egyébként még megnézheted, hogy mi az, ami sokba kerül. Vannak olyanok, amik ilyen feleslegesen drágák, tehát ilyen ezreket elvisznek óránként, az nagy luxus. No. Na, beindult a kaszinó. Ma már 15 ezeret hozott. Jó, az egyik kórházamat megszüntetem. Hát az egy milyen jó terv. Két kórházad van, az kemény. Nekem csak egy van. Hát nem volt elég, mert mindenki állandóan beteg. Sőt, pofázik. Az egyik rendőrségemet is leállítom. Abban is kettő van. Ja figyelj, mondja nekem, hogy csináljak egy regionális tömegközlekedési szart. Aha, ezt így, hogy szart? Így mondja? Így, pont így mondja, képzeld el. Hát csinálj regionális szart. Regionális tömegközlekedési hálózat. Emelünk csak 1%-ot. Már megint kezdi? Mr. Adó. Csak 1%-ot emeltünk. Repülőtér! Ó! A város közepén. Nemzetközi repülőtér feloldva. Ezt nekem is kiírtam. Mert amíg ezek nagyon jól működnek, addig nem akarok hozzányúlni. Tehát az egyik toronyom...
tornyom, az 36 000-et hoz naponta, az nagyon jó. A kaszinó 20 000-et hoz majdnem naponta. Ez nem hozott semmit, hogy ezt leállítottam. És én sem találom, hogy mit kéne lebontani. Nekem de nem látom sehol, hogy itt lenne az a 37 000. Ja, óránként... Figyelj, az van, hogy... Na, tehát... meg figyú, van, ami óránként jön be, de van olyan, ami tranzakciónként. Tehát tipikusan ez a specializáció, vagy mondjuk az olajbányák, vagy ezek azok nem óránként hoznak, hanem azokért, tehát hoznak, amikor éppen eladták. Bár nem tudom, hogy a kaszin az óránként. Na most jobban van, naponta. Voltunk. Vagy naponta, igen. Hát napi 28 000-et hoz, és 1 000 hetet viszel. Fejlődik. Bár ez a 24 000, ez elég kevés naponta. Nemzetközi repülőtér. Fú, mennyien hagyják el a város. Mi a szar van már megint? Hallod? 1 millióba kerül a nemzetközi reptér. Építsük már meg, Taipo. Miért nem lehet rányomni, hogy építsük meg? Vagy 1 millió kell ahhoz, hogy építsük meg? Ez elég durva. Hallod, 1 millióba kerül csak az, hogy azt mondjam, hogy jó, akkor építsük meg. Azért ez erős. Jó, ezt itt megcsinálják rendesen akkor. Taipo, te hogy állsz anyagilag? Taipo? Peter Appen? Mond. Na, eszik. Te hogy állsz anyagilag? Előkerült a Kinder Maxi. Kinder Maxi, mindjárt jön a csörgés ez erre. Nem, maradj már, 147 000 van. 147 000, aha, tehát akkor nem állsz rosszul, nem? Mhm. Uh-huh. Te, neked is kaszinok, meg ilyenek vannak? Igen, van két ilyen kis kaszinom, meg egy nagy. Mert a nemzetközi reptérrel szerintem jól járnánk, azt meg kéne építeni. Figyelj, 60 turista érkezett ma a kis repülőteremből. Nem tudom, mivel lehetne bővíteni. Hát még nem kell bővíteni. Viszont, hogyha rámegyek mondjuk a tömegközlekedésre, munkások, turisták, a sárga. Azt mondja, Viktor, most ne meséljétek el a vicceket, mert megfullad. Ja. Taipo. Múltkor, mikor nyomadtad a izét, a pirított nutellát. A legendary nutella szendó. Mhm. Te meg a rántott túró rudit nyomtad, majdnem megfogtam. Rántott túró rudit. Kell valami látványosság, mert nem nagyon jönnek a turisták, basszus. Bárcsak itt lenne a komp, azt mondja. Taipo eszik pont MP3. Nesze, itt a kompod, fiam. Fiam. Figyelj, már hogy tudok szart lerakni a tengerpartra? Hát kimész, letold a gatyát. Azt oda rakod, ennyi. Nem nehéz. Ilyen mólót, meg ilyen fosokat. Ez hol vannak ezek? Tömegközlekedés. Tömegközlekedés. Aha. Mhm. Aha. Mhm, mhm, mhm. Nekem meg tudod mi kell? Ezek a látványosságok, ez a parkoknál? Vagy ez hogy, hol a túróban van? Ja nem, itt van, jó. Hát ez, egy... e között nincsen. Ja, hajók, van. Még hogy nincsen, át akartatok baszni.
Timi tömegközlekedés. Na, felhúztam egy Millennium Parkot. Jó van, van reptér. Van minden túró. Nem tudom, ezek a busz megállók számítanak-e bármit is egyébként ebben a játékban. Kicsit azt érzem, hogy így... Nem annyira. Hiszem, hogy ezeknek van értelme. Nem tudja jönni a turista. Itt szépen elmegy arra. Nagyon erőlteti a játék a megatornyot egyébként, de hát az azért az nagy bukta tud lenni, ha úgy van. És általában úgy van? Megtalálsz a klubban? Ú, mekkora te jóságosség ez a megatorny. Megtalálsz a Tesco-ban. Hát mindegy. Megatorony lakóépülettel ez lesz. Jó, hol van még dugó? Szerintetek lesznek majd ilyen hatalmas nagy ilyen megatornyok a jövőben? Nem. Van ennek a koncepciónak jövője? Hallatok? Most igen. Kösz. Van egyébként, mert van... Vannak olyan helyek, ahol ilyenekbe élnek. Tehát mondjuk például Hongkongba el tudom képzelni, ott rohadt drága telekár, és ott mondjuk megérheti egy telekre egy bazi nagy valamit építeni. Hát ott így élnek az emberek. Hát tudod, az amikor lakásból ki sem mész, egyből bemész a plázába, gyakorlatilag a szabad levegőre nem is mész. Én azt hiszem, hogy a sarkkör környékén vannak ilyenek. Alaszkába. Mi? Meg Oroszországban biztos, hogy vannak ilyenek. Hogy így egyben van az egész város? Igen. Egy nagy épület. Ó, azt a büdös, de jól néz ki a városomnak ezen szakasza. Emlékeztek, hogy mondtam, hogy nem fog nem fogom végignyomkodni a várost fejlesztés útfejlesztésre. Nem. Azt csinálom hazudtál. Majd 10 perce legalább szerintem. Na igen. Fütyülsz meg hazudsz, ennyi. Le ne bozd meg a kaszinót, te állat. Te állat. 57 ezeret hoz naponta a kaszinó. A szép. Hogy építettétek a megatornyokat? Bevásárlószint, lakószint, bevásárlószint, én nem építettem egy darabot se. Egyébként igen, így kell ilyen rétegesen. Hát attól függ, hogy tehát olyat rakjál le, amire igény van mindig következőnek. Csak hogy ugyanazt ne kétszer. De most rakok le már én is egy... Megatornyot. Rakok le már én is egy Marietta. Gyere vissza hozzám. Szeretlek. Nem megyek. És ne streambe léci. Megbeszéltük múltkor is, tök kellemetlen volt. Na de Anna Mária. Te vagy az Anna Mága Mária. Anna Mága Mária. Mágia Mária. Igen. Hát nem tudom lerakni a megatornyot. A fene. Hát mert a Mega Mária. Van meg a szaratok? Akkor... Én is rakok akkor egyetlen. Aha, igen. De én nem tudom lerakni. Igen. Leraktam. A béna. Lerakom a meg a tornyot. Ja, nem is látszódok így. Lerakom a meg a tornyot. Az is voltak a meg a tornyok. A izé, ahol a kaszinó meg a többi vacak. Megvan a gettósat, már le is rakom. Ja, 120 ezerbe kerül, akkor nem rakom le. Hú, van egy megatorony, az kellett volna. Az igen, ezt mit építettek ide az emberek? Ilyen borzsói központot.
tök randomra. Kösz, Havcsi. Ja, hogy a, hogy a fenébe, mi? Na, megnyitottam a kapukat. Ellenség van a kapuknál. Nem, épp az, hogy barátok vannak a kapuknál. Park vagy bevásárló központ szintek akarunk. Tessék. Na, építik a megatornyat. Na, hát hogy örül az egész város, hallod a megatornyat? Igen. Tehát az van, hogy az én városom tökéletes. Igen, gondoltuk. Ja, átmennék és így... Én átlátok Alexhoz. Meglepően visszahoztam a szarból. Tényleg egyébként nézem Alexnak a városát, hát nem olyan vészes. Nem vészes, még van mindig gettós, de van bevételem legalább. Jó, oké, van áram. Hey, hey, ó, nincs elég áram, hallott. Pont most csak kimondtam. Hát nagyon kevéset hoznak ezek a kaszinók nekem. Nagyon keveset hoznak a kaszinók. Kaszinók, légy, hoznak a kiadták az elvi. Szerencsejáték jelent, és 118 ezer. Neked nagyon pörög. Közben elment az áram. Ez a durva, hogy több turista akar a városodba érkezni, mint amennyit a tömegközlekedés hálózatod jelenleg kezelni képes. Bővíts a tömegközlekedés lehetőséget, hogy több turista tudja kiszolgálni. Van repterem, van kompon, van buszmegálló. Mi az anyámat építsek még, de tényleg. És még de építek neki egy vasútot. Hát de nincs elég turistám, érted? Pedig van hát de az ilyen... senkit nem érdekel. Hova kell tenni a szélerőmű erősítőt? A polcra. Hát a befőttek mellé. A hangszóró erősítő mellé rakom. Nincs elég víz a városomba. Hát akkor gyere, azt így áll. Ja, hogy már nincs el Simoleonom, értelek. Mennyibe kerül ez a... Na, azt neked még Simoleonod sincs. Ja, mondjuk jön azért a reptérre 80 turista. Helyi utasok, turista 685. Tehát azért jönnek. Akkor miért termel csak ennyit ez a kaszinó? Ez egy csöves kaszinó. Az van, hogy nekem is az van, hogy nagyon nem termel ilyen segít. Tehát nem mínuszban van, de azért... Hát mögötte nem, van egy nagy amennyi... rakásszar és jobban termel. Hát meg figyelj, amennyi helyet foglal... Most figyelj, ez a nagy skifi kaszinóm... Ja, most nincs víz például. Az lehet, hogy nem vonzza a turistákat. Nekem meg rablás van, folyamat van a kaszinóban, úgyhogy, vagy a izében. Úgyhogy lehet, hogy használom a rendőrséget, amit becsukadtam. Az optimalizálás. Tehát, hogy figyelj, van ez a nagy kaszinóm, csomó helyet foglal, és hozott, mit tudom én, 20 ezret. De foglal egy csomó helyet, csomó pénzbe került, és ott van a kis csöves kaszinó, nem is kaszinó, játék, barlang, a legalapabb vacak, az meg hoz 20 ezeret, érted? Hát akkor tized annyi helyet nem foglal. Hát mert ebben a városban nincsen kegyelem. Nincsen. Igen. Mindenképp. Ez a zöld energia, ez szarra se jó, hallod. Egy hülyeség, mi a zöld energia? Hát de nézd meg, mennyi helyet foglal azt izé. Az életveszélyesen gyorsan pörgő ventilátorok mellett. Kéne ez a csöves kontrollnet. Nekem van. Cseladó. Hát akkor oszd már meg. Megvan.
Kontrollant eladás a szomszédoknak. Várjál, mondjuk azt lehet, hogy be kell külön állítani, nem? Én amúgy nem csinálok ilyet. Nincs szomszédos kontrollant kibocsátó. Én nem csinálok kontrollnetet, mert szerintem az ördögűvel. Azt én értem. Az AC-DC, nem? Igen, mint az AC-DC, tényleg. Donnát Storm! Figyelj. You've been! Meg Storm. Megépítettem a megatornyot, mínusz 10 000. Ja. Ah, hihetetlen. Az olyan, sajna. A sajna olyan, nem tudok mellette mit csinálni. Jó lenne valamit most már kitalálni. Az a helyzet, hogy a város specializáció az full mínuszban van. Nektek a város specializáció pluszban van, vagy mínuszban? Tehát, ha így megnézitek az arányokat. Pluszban. Hát rámész a pénzügyre, és akkor talul a harmadik. Nem. Na most mínuszban, mert bezárt a kaszinó, mert nincs elég áram. Pluszban van, igen. Pluszban van, mert az óceán nincsen tenyerem. A skifi kaszinom konkrétan veszteséges. Na látod, kellett neked olyan szart odarakni. Hát de tényleg, mínusz 5000-et termel. Már mindegyik kaszinom veszteséges. Mi történik? Mínusz 2000-be vagyok. Na nekem ez a bajom a kaszinókkal, hogy működnek egy darabig, aztán randomra elkezd veszteséges lenni minden. Jó, lecsuktam a megatornyot. De ez mind... A megatorony az tud egyébként veszteséges lenni. Így randomra. Azért nem építek most már megatornyot, elég volt belőle. Hát ebből olajfúró torony lesz, úgy látom. Jó, hát a megatornyonnyal még várunk. Beindult acél város. Miskolc mindig fázni fog. Lehet nem így. Ez rohadt tömegközlekedési hálózat. Ezt egyfolytában ezt nyomja. Hát én nem rakok most le kaszinót, hallott. Több beszívtam vele. Tömegközlekedés. Nincs elég vásárló. Hát nincs elég árutermelő vállalkozás. És mennyien eltakarodtak a városomból. Baj vagy. Mennyien vagytok egyébként? Hát most csak 58 ezeren. Nekem már sikerült feljebb menni. Valami oknál fogva. Na most megint beindultak a kaszinók. A nagy szart. Veszteség. Na milyen hivatalt tegyek le? Hát valami szart. Mi hoz nekem pénzt? Van-e a... Megatorony is egy ezrest elvisz folyamat. Pénzügyi hivatal? Az van? Régióba? Nincs. Nem? Nincs. Azt teszek le. Nem tudom, mivel tudnék még több turistát vonzani, esküszöm. Még nem tudom. Buszpályaudvar, a nagy buszpályaudvar, basszus! Hát az a régiós! Az veszi a pénzt le? Nem, azon nincsen. S rájöttem. KHG, volt valami hír, de nem tudtam elolvasni. Mi történt akkor? Nem, sem bontogatok. Hehehe.
nincs elég árutermelő vállalkozás, még ez nem csoda, ilyen kis nyúlfaroknyi helyen vannak a... Nem akarok árut termelni. Mert lent az utcán nincsen kegyen. Hallod így a, most felülről a városom, tisztelje a hood. Igazán meg se lepődünk. Welcome to the hood. Ups. Az egyik utat visszafejlesztettem. Polgármester most csinálta meg az utat, aztán hirtelen másnap lebontotta. Na megvan minden? Jó, napi 54 ezer a vesztesége a kaszinónak. Mi a fene? Is beleszaladta, úgy látom a málásba. Nekem jól működik még mindig a kaszinó. A két kicsi jól működik. Kb. Azok hozzák nullára. A nagy. A nagy kaszinó az nem. Igen, én is azt nézem. Lehet. Várjál, ma eddig profitba vagyunk. Most nekem most is fölment, vissza. Miután leraktam a buszpályaudvart. Azt mondja, Viktor, hogy szerintem ne énekeljetek, mert ahogy elkezdtétek, tönkre ment a városotok. Sivá lett. Fú, tehát akkora dugó van. Amúgy azon gondolkodtam, hogy most hány éves ez a felállás? 3, ugye? Micsoda? Igen. Hát ez a tájpós geekboxos felállás, az már 3 éve vagyunk így, nem? Igen. Igen. De durva. Mintha tegnap lett volna, amikor Typo-t bevezettük a YouTube világába. A Rainbow Six Siege streambe. Valaki akartál szállni egyébként? Hát nem, miért akartam volna kiszállni? Nem volt rossz. Ilyen sokan nézték, és annyira. Nem, mert aki akarsz, mi nem tartunk vissza. Ja, gondoltam. Ez az igaz ízé. De tudod, ez a baráttő szakítós duma. Nem a te hibád. Én nem vagyok neked elég jó. Vagy mi? Igen, vagy... igen. Jobbat érdemelsz. Igen, az volt jobbat érdemelsz. Ez az, jobbat érdemelsz. Azért húzzál innen. Azért milyen duma már ez? Nagyon. Ó, meg a tornyon plusz 200-hoz örüljünk a kicsinek is, én azt mondom. Te túl jó vagy hozzánk, mi nem akarunk pénzt keresni. Illetve hülyeséget azért ne beszélj. Vov, a város tényleg kezd futurisztikusan kinézni. Ó, te ügyes kis kölyök, adj egy 100 000-et. Gyerekek, beindultam. A vonat nem áll meg. Hát, hogy mindig reklamál, hogy nem tudok elég, hogy nincs elég termelő épület, de nem izgat. Engem se. Nincs elég épület, nem izgat? Húzzad épületet bele a péniszedbe. Hát jó. Nem azt akartod mondani? Nem kifejezetten. Igen, azon a streamen azért egyszer lehoztam egy 1v3-at. Az elsőn, ugye? Azt hiszem, igen. Igen. Ott a motoros garázsba. Úgy, hogy hárman ordítottatok a fülembe. Kb. A jó volt egyébként, az volt benne a legjobb, hogy így kb. Soha nem játszottál PC-n FPS-t, és meghívtunk egy Rainbow streamre, amit te streameltél legelőször. Igen, az volt a legzseniálisabb ötlet. Egy ismeretlen játékkal, igen. Igen. Ahol és így kirohant eléd a csávó. Kirohant eléd a csávó, és így körbe lőtted, de ilyet nem is lehetne utánozni se. Futás közbe lőtted körbe, tehát ő futott, és igen. Mindig megfetted.
Eldugultak a csatornák. Fatavak? Se baj, jövünk. Se baj, jövünk. Na hát én egészen rendben vagyok, nem mondanám azt, hogy hú de gazdagok vagyunk, de most nem dögök éppen meg. Hát figyelj, nekem 15 ezer óránként és 500 000 már benn figyel a kasszába. És 16 ezeret hoz ez a Skiffy kaszinó, ami kb. 1 millióba került, így mindennel együtt. Hányan vagytok? 71 ezeren. Az jó sok. Hát de jó ugye sok. Megatorony is van már, tehát... És a megatornyom az most már 5-600-zal pluszban van kb. És a város specializációm is pluszban van. Na, örülök neki. Azon gondolkodom, hogy lerakjak egy megatornyot, de nem tudom lerakni a kaszinó közelébe, pedig oda lenne értelme. De miért? Miért a kaszinó közelébe? Nekem nincs, mondjuk nincs messze, de nagyon közel sem. Hát, hogy menjenek be a kaszinóba emberek. A tojások, a kaszinó tojások, a kaszinó tojások. Jó, és most egy hirtelen ilyen, ilyen rosszabb vízi rádió közvetítő lettél. És átviszi valahodalt a labdát, átadja Mialéknak. Mialék középre berúgja. Üdvözlöm kedves hallgatóinkat, déli híreket ajánlják. Vízállást jelentünk. A Duna vízállásánál Budapesti 675. Nem a Duna víze, és akkor bemondani ilyen Miskolcnál. Hát de ez volt régen, érted? Ja. Négy fokos. De mi bajuk van ezeknek? Typo, nyomasd már be azt az adást, amit a múltkor megtaláltál, az olyan menő volt. Nosztalgikus volt nagyon. Beik. Ja, figyelj, benyomom. Na, mindjárt meghallod. Mindjárt. Mindjárt megmondom. Mondom, hogy merencse. De mi van az elfolyóval? Nem gondoltam volna. A Duna a hazai szakaszon Gyönyű és Nagymaros között árad, máshol apad. Alacsony vízállású. Vízének hőmérséklete Komáromnál és Budapestnél 17,9, Mohácsnál 18,4 Celsius fok. A mai vízállások és mederteltségek a Dunán. Dunaremete 119 cm 21%, Medve 270 27, Nagybajcs 210 26, Gönyű 166 27, Komárom 230 26, Esztergom 213 26, Nagymaros 157 26, Budapestnél 276 cm 27%. Ha, és ezek, érted? Hogy ezek milyen információk voltak a szocialista rendszerben, hogy ez volt... De ez kinek kellett egyébként, én azt hát nem tudom. Senkinek, csak lett volt miről beszélni, nem tudom. Tehát ki volt az, aki ott várta izgatottan, hogy Gönyűnél mennyi a... Hajó vonták találkozása tilos. Hát nem is értem tényleg. Gödöllő 27. De hogy ennek tényleg semmi értelme Sarkó volt Tarnyán, szerintem. 18. Hogy nyilván internet előtti időkben értem, hogy a rádió volt egy ilyen információ. Csak hogy ez konkrétan, ezt rendszeresen minden órába bemondták kb. Vagy nem hát tudom. Nem tudom, ilyen közérdekű információ. Valaki, aki ott fejes volt, neki ez nagyon fontos volt, a szíve került. És én az a durva, hogy éltem abban az időben, amikor ezt nyomták folyamatosan. Igen, hát mindig hallottad. Egyébként ezt azt vágott, hogy ezt nem fejezték be. Ja. Ezeket a felesleges információkat. Hát nyilván ezt meg tudod nézni a mobilodról, ha nagyon érdekel, hát ha jó van. Most már jó. Tilos, de mondjuk 12-3 évvel ezelőtt nem tudtad. Hát ja. Mert nem volt net. Amíg sose érdekelt, érted? Nem volt net, de arra nem is látod, hogy nudis fotókat töltsél a telefonodra, meg szarjátékokat, meg fosztányokat. 12 éve nekem mobilnetem volt, képzeld el.
12 éve a Telenornál... A Vapon. Nem. Vapasztál, mi? Á, dehogy. 5 gigás mobilneten volt, ilyen kis szappanos modem volt, USB-vel ment. De hogy 5 volt? Giga volt. Mondom, hogy volt. Nem volt. De volt. Főiskolán utolsó évben, 2008-ba, akkor vettem. Azt 2008-ban, mert az albérletben nem volt internet. És akkor én kötöttem egy előfizetést, 5900 valamennyi volt. És 5 giga volt. És oda volt írva, hogy hány ezer e-mail tudsz rajta megnézni, meg mit tudom én. És az volt a legnagyobb csomag. Én is szkeptikus vagyok, azért a sok. Főleg. 16 éve, az... 12, 2008. Hát akkor is, hát az alig volt mobilnetünk 2008-ban. Hát mondom, hogy... De most érted? Hát ez nekem volt. 2008-ban. Szerintem ez úgy, mint ahogy ismerősöm, izé, már... Nem, nem neki, úgy, mint az neki ismerős. Az apukája izénél dolgozik a Counter-Strike. Dehogy! Nem. Apukája G-bennél dolgozik. G-ben. Mondom. 3G-s mobilnet volt. Anyu, magamtól kakiltam. Ajjaj, mami, nem megy le. Mi a fene? Fúj. Sanyi, jössz a Balatonra? Persze, jövök, de csak akkor, ha elmondod, mennyi a vízállás a rádióban. Ja. Én ilyen lett, felszoktam riadni, hogy vajon mekkora lehet a vízállás nálunk. Gönyűn. Meg medvén. Igen, ez nagyon fontos. Jól fizetett kutatók. Kaptam egy achievementet. Hallod, mekkora dugó van a városban? De ezek nem ismerik a tömegközlekedést? Ezért építem. Ezért fizetek. Sítál egy ilyen totál elhagyott hatalmas nagy épület. Mi vagyunk a tűzoltók? Na megnézem a ti városatokat. Kahé Goku, egészségügyi lefedezettség szükséges. Észak-Vakia, azt te vagy keveri, gondolom. Nem, én Ugalilulu Gagaga vagyok. Szénre van szüksége. Nincs. Csomó van nekem. Na, meglátogatom Kahé Gokult. Az olyan, mint valami, nem is tudom honnan, lévő város. Hi, I am from K.A.J. Gokul. Na nézzük K.A.J. Gokult. Ez meg mi a franc? Micsoda? Hát van egy ilyen izé, egy ilyen kebab házad. Nézd meg! A izéd mellett, a Sims-es ikonos parkod mellett. Milyen kebab házam? A Westminster, az a neve. Úgy néz ki, mint ami kebab. Elhagyatott épület, tele vagy elhagyatott épületkel. De nem tudom, most lebontom őket, és építik az újat. Fogam, hogy miért. De hogy neked milyen kis városod van? Ja, és nincs, nem is tudok nagyobbat, érted? Azt nézem, hát, hogy... Gyakorlatilag egy nagy hegy a fele. Hát nem az a lényeg, hanem olyan vastag utakat raktál le, hogy nincs is hely neki. Tehát, hogyha igen. Picit keskenyebb utat raksz le, akkor több ház elfér, érted? Igen, akkor olyan leszek, mint te. Hát jó, de ti vagytok 22 ezeren? 20 ezeren. De hát mi ennyit szeretnénk csak. Ja, tehát ez egy ilyen kis falu. Ez minőségi, 20 minőségi ezer ember van, érted? Értem. Nem 60 ezer saslik. Értem. Meg most meglátogatjuk Keverit is. Plazma Fizika Szárny az Akadémia. Akkor te vagy a Ugli Lalu Gaga. Ugali Lalu Gaga, nem igaz, nem tudod. Hát jó, nem vagyok ide valósi.
Jó. Ulagi magulom. Nem vagyok Galilali Kaki fővárosában nagyon jártas. Na nézzük ezt a kikikakit. Ó, Galilalu kikikakit. Aha, menő. City Reptér. És akkor ez a nagy, nagy találmány? Skiffy kaszinó? Hát borzalmas, tehát rohadt nagy szívás. Csak aránylag jól néz ki, de hát... Jó, most nem panaszkodom, mert 43 ezeret hoz, tehát most azt már... Azt akartam mondani, hogy 43 ezer per nap, azért ez annyira nem. Nem rossz, igen. Na jó, de a kicsi bűnbarlang lenn a 61 parton, nap. Az 37 ezeret hoz. Az amúgy nekem is nagyon sokat hoz az a kis fos kaszinó. Tehát ahhoz képest, ami mekkora helyet foglal ez. És ilyen mágnes vasutat szeretnék amúgy lerakni. És van valami érdekes a városodba? Nem nagyon. Vagy minden ilyen. Megvan a pénzügyi hivata. Ilyen gáz. Hát mindjárt megnézem. Jó, ez nem olyan gáz. Typo-i rosszabb volt szerintem. De nyilván. És ez most nem fika, ez teljesen jó indulatból mondtam. Ja, ez nem. Ez mi ezt ad? Ez nem bántásból írom, tudod, a videók alá. Nem bántásból írom, de egy rohadt szar vagy. Írom, de dagadék. Nagyon szar vagy. Dagadék. Ilyet már de kaptam, nem élő. Bántásból, Alex, de úgy nézel ki, mint egy ízi hajléktalan dagadék. Ez csak kritika. Az még cover ír. Építő jellegű. Építő jellegű. Nem tudom, mit épít, érted? Nem, fikát. Rámegyek a parkra, és azért szar a park, mert túl sok a parkban a hajléktalan. Gyakorlatilag ott alszanak a... hajléktalanok a parkban. Még ez a mágnes vasút, ez nagy királyság egyébként. Jól néz ki. Ó, menőn néz ki. Remélem a dugót is csökkenti, mert ahhoz elég drága, hogy csak menőn nézzen ki. Meg ugye annyi, hogy nem kell utat elbontani, ami mondjuk... Aha, ja, csak egy bazirogy épületet kellett elbontani. Ezt össze lehet valahogy vajon kötni? Micsodát? Hát így azon filózzok, hogy... hogy ez így be lehet így csatlakozni az egyik mágnes vasútba? Hát hol tudod, hogy keresztbe. Ja, hát elvileg be lehet. Ja, be. Amúgy. Olyan vagyok, mint Kalifornia. Jó ez a map, nem? Amit találtam. Aha. Olyan vagyok, mint Kalifornia, tele vagyok hajléktalannal. Szarig. De nem tudom, mi okozza a hajléktalant. Hát... Miért megy el? Rész. A hajléktalan? Azt nem tudom. Úgy Kaliforniában azért van sok hajléktalan, érted? Ott nem fagysz meg. Tehát ott, ha találsz kaját, akkor mindegy. Jó, nem ezt akartam. Kalifornia. Nya-nya-nya. Mi nincsen árutermelő zóna. Az még mindig nincs, azt vágom. Hát ez van, haver. Mondjuk ilyen hozzáállása nem is lesz. Hát most nem fog gyárakat telepíteni, de van 1 millió kb. Eddig se kellett. Mit rinyál? Meg mi ez itt ez a sok csóró? Ezek a lakosok a városra, én vagyok a polgármester. Mi ez a sok csóró?
Hát csáóra! Rakok egy ilyen szart, ezt örüljél. Úgy. Legyél boldog, építs új házat. Hagyd lássam, építsed. Na gyerünk, most legyen nagy a pofád. Ja, rájátok fogom küldeni ezért a szitkazódos kommandót. Na, építsd már a házat! Hát ez hülye. Na, ők látod, ők értették mi van. Építik a rohadt nagy házat. Meg a rohadt nagy bérházat, meg mindent. Ők vágják, miről van szó, érted? Többiek nem vágták, miről van szó? Ha nem, mert tisztek végig. Ott vannak a tengerparton, azt... Bocs, a szartam. Ezt a mágnes vasutat egyébként használják. Csökkenti a forgalmat, és kipróbálják. A vasorú bábák. Nem, tényleg csökkenti a forgalmat a mágnes vasut. Kapcsolj le szolgáltatásokat. Mi a fene, minusz 2000-be kerültem, de miért? Annyira tudod, hogy mi lesz a vége. Ah, kész a vége. Ez lett a vége, rendben? Nem rossz, pofás. Big call. Alex milyen agresszív a városában. Miért? Nagy pofátok, vagy mit mondtál? Nem, mondom, nagyon pofás. Ja. Azt hittem, elmentél valakivel veszekedni a városodban. Így oda mentem. Nem, az time fogod a pofádat. Fel is, fel is gyújtja. Ó, tudom, hogy mi az eszenciális fejlesztés, amit a polgármesteri villához hozzáépíthetek. Sportkocsi garázs. Ezt még nem is láttam. Eszenciális. Hát ez kell, hülye vagy? Mátmények hozzátok, körülnézek. Ah, itt van. Na, amúgy a Mulilani, meg a... Az én vagyok. És a KHJ Gokl, az a na, hát én az én vagyok, szerinted? Igen. Mondjuk... Meglátogassuk. Betörők léptek át a határt a KHJ Gokl városa felől. Biztos Tájpó valami vége. Már egy rendőrséget. Van több rendőrségünk is. Na, itt vagyok Tájpó városába. Hát arra jó volt, hogy megnéztem, mi történik, ha csak 8 sávos autópályád van. Tudod, mi a baj, Tájpó? Szara helye vagy ettől. Hát ez, igen, nincs. Hát meg, és ráadásul legvastagabb utakat használtad, tehát legkevesebb hely az építkezésre. Az egyébként nem feltétlen lenne baj, mert nézd meg, hogy a sűrűség nagy. Én azt mondom, amúgy a megatornyokat visszapattintanám ám, és kikapcsolnám mondjuk a... Egy megatornyom van csak, az ki van kapcsolva. De mondjuk az elitet raktad le. Igen. Neked nem az kéne, hanem a gettós, hogy legyen lakosság. Nekem nem kell gettós. Viszont nekem valami másik kell. Áramellátásról kell gondoskodni, mert nem tudom eltartani a várost ezekkel a szarokkal. Szélerőmű erősítő? Ja, meg Tájpó, eladod a napenergiádat a szomszédnak, az jó? Micsoda? Árulod a napenergiádat a szomszédnak. Mondjuk én nem tudom, miért tudok bele kattintani és kikapcsolgatni, meg bekapcsolgatni. Igen. Leállítom a cuccaitokat. Most hát, már tényleg? Megvan, hogy hirtelen miért nem működik a kaszinó. Mert megvesszük a dolgaidat, vagy miért? Hát nem, mert ide jössz, hogy kikapcsolod. Úgy tudok utatni oda néz. Ugye, ki tudom nyomni? Ki tudom nyomni a kontrollnet üzemedet, figyeld meg, nem nyomom ki, de ki lehetne? Az enyémet. Kutatásba, ja. Akadémia, kutatás. Nézd hát, meg. Azt nem tudod kinyomni, mert már megvan. Ja. Tehát az már kész lett a kontrollnet üzem. Hát kicsi a helyed sajnos. Na, igen. Ez City Skyline-ba tudnád orvosolni, úgy, hogy egyengedsz el helyeket, meg minden. Mondjuk nem olcsó, de... A napenergia jobban működik, mint a szélenergia? Nem. Nappalja. nem erre voltam kíváncsi. Amúgy logikus. Amúgy logikus. Igen, csak szerintem nagyobb hely kell neki, nem? Igen.
átmegyek Nailuni Lanulunuhoz is. Mert az van, hogy most itt tehát a szélerőművel már nem tartja el a várost. Na lássuk Alex városát, azt a büdös. Hatalmas területen rohadt kevés lakos. Rohadt kevés. Hát ez egy nagy kertváros az egész. Bár mondjuk vannak ezek a lakói. De mitől rohadt kevés lakos? Hát mennyi lakosod van? 56 ezer? Mondjuk ez nem olyan kevés. Figyelj, másik városomnak most küldtem pénzt. De jó. Hát ezekben a kis házakat felváltották ezek a bérházak. Te is mi ez a Willis torony? Ez tetszett? Micsoda? Nem, az hoz pénzt. Ami vele szemben van, itt a romos épület mellett, torony épület mellett, azt ők építették ezt a Chumbelt. Úgy néz ki, az jobban durva. Néz ki. Jobban néz ki, mint ami szemben megvettem 300 ezerért a Willis toronyt. Azt akartam mondani, hogy, hogy az, oda szívesebben mennék körülnézni, mint ez a nagy fekete cseszés. Viszont az hozza a legtöbb pénzt, ami még mindig vicces. Na hát kipróbáljuk akkor a napenergiát. Nem tragikus, én nem önnék rá a napenergiára. Felesleges. Hát akkor mivel? Van valami? Van például szened? Vagy olajad? Nincs, semmim. Tuti? Hát akkor menj rá a fúziós reaktorra az akadémián. Hát de az izi, az felrobban a francba. Nem, a de hogy robban. Fúziós. Ja, fejlesz ki a fúziós erőművet az akadémián. Az hogy is? Nincs is akadémiám. Kezdjük azzal. Kell plazma fizika szárny 50 ezerért. Azt a büdös részt kifejlesztem. Csak hova rakom? Kirobbanó siker lesz. Nincs elég áramunk. Mert ehhez kéne egy iskola. Mert egyébként most attól függetlenül, hogy ez mém, ez nem egy rossz ötlet, de iskola nélkül nem működik. Én fejlesztem a plazma fizika szárnyat. Azt nem tudom, hogy nektek is megadja egyébként, ha én kifejlesztem. Hát nem tudom. Mert nekem van akadémiám. De az nekem is, csak én leraktam a plazma szárnyat, és most fogom ezt a fúziós erőművet. Azt megvárhatnád egyébként? Hát nem tudom milyen hosszú. Hát én megvárom, mert a hármas fázist fejlesztem. Érted? Aha, de azért tudod, a plazmát fejleszteni, mert szerintem én már kifejlesztettem a kettes szintet is. Az akadémián lehet. Az akadémián, igen. Igen. Mert te a fúziós erőművet tudod fejleszteni, igen. Na, akkor jó. Hát akkor ez viszont jó, mert összedolgozunk ezzel is. Aha. Mert jaj, nekem tudod, meg mi a szart csináljuk ezzel? Meg a szemét automatizátor. Mert az az vagy, ez például a kontrollnetem működik, de nincsen kontrollnetem. Tudok tőletek venni? Ja, tőlem tudsz. Tudsz, aha. Beállítottam eladásra. És hogy nem már a csődbe mentem. Hol tudok venni tőletek? Ez hol van? Azt mi állítjuk be szerintem, vagy valami ilyesmi. Várjál, nekem be kéne állítani azt, hogy vegyek. Nem. Olyasmi. Hú, gyerekek, nekem a rendőrség meg a szállítás nagyon sok pénzbe kerül. Én valamit le fogok kapcsolni, azért ez nagyon túlzás. €500 per óra költsége van a webteremnek. Ezt hány turistát hoz? Na, a szükség néha békét bont. Vagy valami ilyesmi.
törvény, de jó. Ma nem, ma békét. A csütörtökönként van Geek Talk, Vince. Ami szerdán is lehet, amikor hétvége van. Igen. Amikor szerdán van a hétvége, akkor is lehet. Vízenlátás. Hát ez az összeugrálós izé. De miért nem tudok rakni? Most mi van? Annyira hülyén van megcsinál az egész. Na most. Hát nem lettem jóval előrébb. Ide például miért nem fér el? Nem baj, rakok oda kicsit. Hát. Ugye ez a megatorony, ez néha nagy szar. Ilyen repülőtérre nem jár senki. Hát 140 embert hoz nekem is a repülőtér, érted? És ahhoz képest óránként 500-ba kerül. Azért ez, érted, nem kevés, na. Na jó, vágom, hogy szerettek itt élni, de... áram kell. Ja, hogy így lesznek a hajléktalanok, hogy lebontom a házukat. De érdekes. A komp viszont brutálisan megy. Én is azt nézem. A komp megy, a reptér meg... hát annyira nem. Mondjuk... hát nem tudom. Tehát 400-at tud alapban reptér. Ugyan hoz mondjuk 140-et egy nap. A komp meg 587 turistát hozott. 950 per óra költséggel. Mondjuk nem olcsó, de lehet a repteret amúgy kikapcsolom a fenébe. Hát én még nem kapcsoltam ki, most építettem még egy ilyen komp kikötőt, vagyis hát komp terminált. Hát jó, de azt ott bővíteni. Jaj, azt mondod el. Azt én is megcsináltam. De hogy kellene még egy. Azt képzeld el. Hát de miért teli van? Nem hiszem, hogy kihasználja. Dugig van. Egy hát órákat kell várni. Hát itt van, látom, átlagos várakozási idő, 108 perc. Utasok naponta 1606. 57 perc, tényleg. Umbája. Na jó, de az átlagos várakozás az azért is mehet, mert érted, van menetidő, gondolom. Hát figyelj, én rámegyek még egyel. Kíváncsi vagyok. Kísérletezt ki, mert viszont óránként ezret... Alex így a háttérben. Mert óránként ezret viszel. De... azért a sok. Sok nekem, ha megnézem... gyakorlatilag a szállítás az óránként 5620-at viszel. A rendőrségben mondjuk 6000-et. Jó, hát mondjuk kaszinó. A város specializáció ezrest hoz kb. De mit érek el vele, ha 6000-et ráköltök a rendőrökre? Hát most a város specializáció mínusz 2300-ban van. Az nagy szívás tud lenni sajnos. Jó, most megint kicsit elkezdett felpörögni az esemény. Hát a megatornyok azért még hozhatnának. Nem úgy. Nem tudok valahogy... nem tudom honnan tudok kontrollnetet venni, hallod?
Ah, megvan. Ja nem. KEG Goklitól csak ezért tudok venni áramot. De már mindjárt megosztom a kontrollnetet is, nem tudom, hogy kell. Irenium Plaza. De van, persze, adom. Jól, vásárolok akkor kontrollnetet tőled. Azt valahova le kell raknom, mi? Tehát kell egy lerakó. Nem? Igen, nem? Nem. Hát mert vásárolom a kontrollnetet, de még mindig azt írja, hogy kontrollnet szükséges. Ilyen jeladót le kell raknod. Ó, oh, oké. Semmi. Köszönöm. Megtaláltad? Na, egyszer csak zöld lett. Ó, mennyivel több áramam lett. Hát gyerekek, annyi áramam van, szeret... hogy beszarok. Ez nem. Ez nem. Ez a szerencsejáték biznisz, ez. Ez szerencsejáték. 30 ezeret hoznak a játékbarlangok, ez a rohadt nagy kaszinó meg 4 ezeret. Akartam mondani, a picike nekem is 30-ot hoz. A nagy nekem most 12 ezeret hoz. Építsünk egy kaszinó központot, azt írja. What the fuck is a kaszinó központ? Még nem tudom, mi lenne, ha leraknék egy kaszinót a magas vagyonú turistáknak. Szerencsejáték részleg. Szórakoztatási részleg. 300 ezerbe kerül. Mínusz 6 ezer per óra a magas vagyonoknak a kaszinó 300 ezerért. Leraktam. Ho-ho-ho! Hú, mínusz 4 ezerbe kerültem. Az elegáns kaszinót mondod? Azt a legnagyobbat, igen. Leraktam. Lerakjak én is egyet? Hát már várd meg, majd én leszek a kísérleti nyúl, maximum kikapcsolom. Egyből mínusz 4 ezer, mínusz 6 ezer per óra, azt nézd meg, hogy van-e annyi egyáltalán. Én egyből mínuszba kerültem. Hát van 600 ezrem. De nem az. Ja, 10 ezer per óra. Na, hát akkor mínusz 6 ezer. Tegnap mínusz 18 ezret vett le. Ma nullát. Még jó jazz zene szól benne legalább. Kíváncsi vagyok, hogy a reptér forgalma megnő-e. Amúgy. Nekem nincs is repterem. Hát ne is rakj le. Szar. Hát meg nagyon nagy helyet foglal. Tulajdonképpen senki nem jön ebbe a kaszinóba. Eddig úgy tűnik. Na most beint, ha beindult volna. Ugye egy 14%-os adónál rosszabbul járok, mint hogyha 13% lenne. KHJ Gokul, mint mentőautói mindenhol segítenek. Ha látod. Na, milyen a nagy kaszinó, rakhatom? Nehogy lerakd, mínusz 23 ezret hozott ma. De vajon mi a szar kell hozzá? Igen. Szél, nem tudom. Hát magas vagyonú turisták. Kontrollnetet vásárolt Typhoonmester polgármester. Hát... Nem te adod el nekem? Elvileg de. Vagy azt írta, hogy én tőled vásárolom, csak nem tudtam elolvasni a végét, mert... Igen, lehet. Eltűnt. Már csak 3 órára elegendő pénzünk van, polgármester. Meg fogjuk színi.
Alex, ezt nem így kell játszani. Gondolj arra, hogyha Miskolc polgármestere lebontaná a házadat, hogy több áram legyen, jó lesne? Hát nem, de szükség házat bont. De szükség James Bond. Jó, oké, nem akarom folytatni. Így is elég gáz volt. Hogy kell központot építeni a kaszinónak? Itt van szerencsejáték központ. Napi 58 ezer a veszteségem. 11 tetves turista jön be. A fény, a csillogás, a puc. Kikapcsoltam a nagy kaszinót. Na milyen a elegáns kaszinód? Nagyon rossz. Mondom, mínusz 64 ezret hozott ma. 69 ezret. 11 darab turista van benne, hallod. Ja, vágod, hogy miért? Nem. Mert az elegáns kaszitó az izéket fogad csak, gazdag szerencsejátékost. Én ezt értem, de van lenn, hogy hívjákom. Várj, le kell raknom valamit, ami látványosság és gazdagokat vonz. Azt a büdös mekkora. Miből keresem a pénzt akkor? Azt a mindenit a kaszinó, hogy elszállt. Na mi van? De nem a izével ám. Mivel keresek ennyi pénzt? Nem is a kaszinó szállt így el. Valami másra keresek nagy zsetonokat. Én lerakok egy Big Bent. Nagyon egy jó. Big fucking neked. Band. Hú, de elszállt a város specializáció, csak tudnám, hogy miért. Letettél valami nevezetességet? Semmit, hallott, 30 ezeret hoz a város specializáció. És emelkedik fölfele, plusz 20 ezerbe vagyok. Mi a csapdának fontos? Tűnik. Nekem is. It's a trap! Leraktam egy big fucking band. Szén, ért, adomál az ércet, meg a szemet, ennyit látok. Wanka. Can I get a bow of war? Mouse. Viszont elkezdtek jönni a turisták, gyerekek. Már csak mínusz 43 ezerben van a nagy izén. Le kéne raknom valami látványosságot. Ami nagy magas turisztikai vonzerő. Jó, ezt a fekete, de csúnya. Én ezt nem rakom le. Tudod, hogy múltkor kérdezted tőlem, vagy nem is kérdezted. De pont Bow of War-ról jut eszembe, hogy ugye miért nehezebb beszélni egy nyelvet, mint megérteni. Igen. És ez azért van, mert amikor beszélsz, az egy aktív skill. Amikor hallgatsz, az pedig passzív. Az csak az agyat feldolgozza. Hoppá. Te szar a skill tree. Igen. Rosszul raktam ki. Rosszul raktam a pontokat, igen. Ja. Ja. Nullázom aztán. Csicska parádé voltál. Nullázom és nem tudsz beszélni. Csak érted, amit mondanak. Hallod, nappal megy föl a város specializációm. Éjszaka visszaesik. Már éjszaka a tökömnek sincs kedve hozzá. Na de mihez? Hát ez az. Hát a városodat specializálni.
Ó, gyerekek. Csak úgy bontom egyszer egy szép napon tudom, hogy elhagyom a várost. Ahol igen, így van a szám. Magas adók mindenképp benne van. Várost, érted? Magas adók. Hát hol vannak itt magas adók 13 meg 14 százaléknál? Nálam 9-en van. 9 vagy a 10 fölött 10 hiszti van. Nem laktak még Magyarországon. Na jól működik a Big Ben, hallod? Igen. Aha. Már pluszba van, azt most raktam le. Én most leraktam egy Globe színházat. Kis helyet foglal, de nagy turisztikai vonzerő. És hoz pénzt is. Úgy látom. Na most visszavettem az adókat, hát ha visszaköltöznek és fölmegy a pénz, vagy csődbe megyünk most már. Átmegyek, megnézem a nagy izédet, nagy kaszinódot, hogy hogy néz ki. Hát, amúgy semmi extra. Na, hova raktad? Hát az akadémia meg a megatoronnyal a pálya szélén, ha mész, az autópálya mellett van. Nem nagy sztori. Most már csak mínusz 22 ezeret hoz. Uh-huh. Hát ez jó szar. Hát eléggé. Nettó ráfizetés volt. Mínusz 60 ezer bevétel. Ja. Bérem, hogy egy egész apartment komplex, egy 30 emeletes tönkre megy, mert nagy a bűnözés. De csak az. És így mindenki elköltözik egyszer. És ja. Aztán lebontják és egy újat építenek, ez így szokott a világba is igen. Lenni. Viszont a izéd működik. A skifi-skafi-skafi-skafi-skafi-skafi. Hát most éppen, ja. Tehát, de az is elég hektikus. Skifi. Na, visszavettem minden 10-re. 10%-on van minden. Skifis Casino. Skifis Casino. Skifis Casino. Nem tudtam kimondani komolyan. Itt kell. Imaház, figyelj, költségek ugye ingyenes, de hát nem is jár senki. Hitetlen pogány kutyák. Hát meg csak a helyet foglalja, ugye abban az a legnagyobb szívás. A másikba járnak, de ebben a modernben nem járnak úgy. Kahégig, akkor vállalja, hogy befogadja Kuninak, a Noninak a... vagy nem, ki tudja, hogy hívják a városomat. A szemetét. Hát az lehet, de nekem akkora szeméttelepen van, hogy másnak ekkora a kaszinója. Miért fogadnám... Mi a fene? Fogad... Jött az UFO! Tebe? Basszus! Bejött az UFO! Mi a fene? Szipkodja az UFO! Mi? Szipkodja az UFO. Az ó, itt az UFO, szipkodja a cuccára. Itt a Ferike. Már kapod a mountainbike-ot, csak ne szipkodja az UFO. Hát itt szipkodja az UFO, basszus. Ez csak szép egy UFO jött. Hát ja, te is alá kapcsolt ki, ha nem tetted, mert nekem valamiért visszakapcsolta. Ja, hát legalább valami történik ebben a fosvárosban. Ó, te szipkodnak az UFO-k, embereket. Ott van a Ganénál a kísértet! Hát ott. Na jó van, srácok, viszont 3 óra múlott. Nekem akartam mondani, hogy már 3 órája streamelünk lassan, úgyhogy... Földön kívül garázdálkodtak volna. Úgyhogy mára ennyi. Még Typo fog ugye RP-zni, ugye? Én fogok RP-zni a RP... Tehát RP-zni fog, tehát rotációs papa. Aha, oké. Okay.
Hát ezzel az egy kellemes gondolattal búcsúzom. Igen, egészségetekre, kísérjen útatokon. Örökké. Úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok. Lájkoljátok az adást, ha nem tettétek. Viszont és úgy elmondom az összes bullshit szöveget. Sziasztok! Hello! Szia! Szia! Genyók a genyó volt!